csak szép napot, hanem jó egészséget. És manapság ez a kívánság komoly, és el kell nekünk, mert veszélyhelyzet van, és a vírus pedig támad, és szeretnénk megvédeni minden szarvasit. Előjárva engedjék meg, hogy elmondjam, hogy megvédeni úgy tudunk mindenkit, ha szabályokat önök is betartják, és a védekezésben részt vesznek. És felvállalják azokat a lehetőségeket, élnek vele, amelyeket az egészségügy kínál számunkra. Gondolok itt a védőoltásokra, mert semmi sincs, minden vakcina jó, amely bennünk van, és megvéd minket a tragédiáktól. Kérem önöket, tehát vegyék komolyan nagyon a védekezést, arra is tartsák be azokat a szabályokat, amelyek vonatkoznak a különböző találkozásokra, eszközökre és mindenféle ilyen fertőtlenítő eszközökre, meg maszkra is. Majd le fogom venni idővel, mert elég nehéz így beszélni. De mi is megtartjuk a távolságot egymástól. Egyébként dr. Melis János átesett a víruson, pedig megkaptam a védőoltást, úgyhogy, és méghozzá kínait. És bízom benne, hogy védelmet nyújt számukra. Tehát kérem az önök komolyságát, értékelését. Mindenkinek érdeke, és a városomnak érdeke az, hogy megvédjük magunkat, és rekesszük a város határán kívül a tragédiákat. Komoly dolgról van szó, nem lehet félváról kezelni, kis hibákból adódhat fertőződés, és ezt követően pedig tragédia. Az sem igaz már, hogy bizonyos korosztályok a veszélyeztetettebbek, mert mindenki veszélyeztetett. A csecsemőtől kezdve a kevésbé fiatalokhoz és a szép korak is veszélyeztetettek. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Ez pedig úgy érhető el, hogyha betartunk minden olyan szabályt, ami nem ellenünk, hanem értünk szól, és élünk azokkal a lehetőségeket, amelyet az orvostudomány, a hazai tudomány és a magyar egészségügyben dolgozók, legyen az kutató, legyen az valamilyen gondoskodó az egészségügyben, megajánl számunkra, bízunk bennük, legfontosabb itt most a bizalom, és azt, hogy nekünk is kell tennünk a veszélyhelyzet elhárulásáért és az egészség megvédéséért és a tragédiák elkerüléséért. Milyen tisztelt hölgyeim és olyan kedves szarvasiak, rendhagyó dolgra került sor, miután rendhagyó körülmények vannak körülöttünk, így a 2021 évi költségvetésnek is vannak szabályok, mikor kell elfogadni, és mikor kell ezeket rendbe tenni. Különleges körülmények vannak 2021-ben, és miután az önkormányzati törvény szerint el kell fogadnunk a 2021 évi költségvetést, több fordulóban hozzáláttunk ehhez a feladathoz. Nem csekély feladat és felelősség sem egy város működését biztosítani bevételek és kiadások, szolgáltatások és jutatások oldaláról. Ezeket mind összhangba kell hozni a lehetőségeket a kívánalmakkal. Nem egy egyszerű feladat, viszont az a 2021 év az rengeteg bizonytalansággal működik, már csak azért is, mert ha pénzről beszélünk, és elfelejtsük most egy pillanatra, hogy milyen körülmények vannak, a bevételek a gazdaságból származnak, mint ahogy mindenkinek a munkájából, így nekünk is a bevételekből származnak. Ezek a bevételek bizonytalanok. Csak gondoljuk vissza arra, hogy 2020-ban és 2021-ben milyen trauma érte az országot, mégpedig arra gondolok, hogy bizonyos iparágok leálltak, nem közlekedhetünk, kiárási tilalom van, különleges szabályok vannak, és vannak olyan ágazatok, amelyek egyszerűen nem működhetnek. Gondoljunk itt elsősorban az idegenforgalomra, szállásadókra, éttermekre, vendéglátásra és még ezen kívül hasonló personális szolgáltatásokkal bíró szektorokra, amelyek ki sem nyithattak. Van, ahol a bevétel esett drasztikusan vissza, van, ahol a munkahelyek vannak veszélyben, és rengeteg olyan intézkedést kellett meghozni, nem nekünk, hanem elsősorban a parlamentnek és a kormánynak, amelyek a megélhetést, a munkahelyek megtartását és majd a kilábalást ebből a veszélyhelyzetből, amely gazdasági veszélyhelyzet is teremtett Magyarországon és a világon mindenhol. Én úgy gondolom, és azt tapasztaltam, hogy minden a lehetséges megoldást és támogatást, amely a munkahelyek megtartását célozza, ez működik az országban, és ez jó dolog. Valójában vannak attól függetlenül bizonytalan helyzetben lévő emberek, családok, otthonok, szakmák, amelyeknél nagy a bizonytalanság.
Ez teljes egészen nem sikerül kiszűrni, nem tudjuk megmondani senki sem azt, hogy mely naptól térhet vissza az életünkbe az a megszokott ütem, mód, forma, amelyet megszoktunk és a komfortunkat biztosítja. Elvesztettük a komfortzónánkat, mert a bizonytalanság, ami általában van úgy az életünkben, ezekkel a rendkívüli körülményekkel még bizonytalanabbá került. Egy biztos, hogy élni akarunk, dolgozni akarunk, bevételeket akarunk realizálni, szolgáltatni kívánunk, beruházni kívánunk és haladni kívánunk az önök igényeivel és annak teljesítésével és az ország és a város fejlesztésével, fejlődésével. Tegnap tárgyaltam Danko Béla országosi képviselőúrral, ő is arra biztatott, hogy semmilyen lehetőséget ne hagyjunk ki, így most kérek mindenkit arra, hogy olyan támogatások vannak, amelyeket igénybe kell venni, szükséges azért, hogy megtartsuk erőnket, lehetőségeinket, potenciálunkat arra, hogyha az élet normális mederbe terelődik, akkor újra tudjuk kezdeni. Vannak olyan szektorok, amelyek természetesen működnek. Sokan szokták mondani, hogy mi jellemző most szarvas gazdaságára. Működik. Működik, mégpedig azért működik, mert a munkaadók a munkai megtartásán törekednek, igyekeznek alkalmazkodni. Csak egy példát mondjuk a vendéglátásban azokhoz a szűkös lehetőséghez, hogy kiszállítanak, meg előre készülnek, meg terveket szülnek, meg sok egyéb más, amelyen a jövőt tervezik. Ezt nem szabad sose feladni. Az emberek nem lehet azt mondani, hogy most nincs tovább, az életnek mennie kell. És biztatok mindenkit arra, hogy bizakodó legyen, de ugyanakkor ne csak mástól, hanem magától is fárjaszt a segítséget. Mi is ezt tesszük. A város működése nem fog megállni, folyamatos működéséről pedig gondoskodnunk. Ez a mi felelősségünk. És ilyen különleges úgy a jogrend is, hogy testület nélkül tanácskozunk most a 2021 évi költségvetésről. Ez történik azért, mert nem jöhetünk össze, és a képviselőtestület sem jöhet össze. Rendkívül felhatalmást kaptunk, amelyben a felelősség a vállunkon van, a hivatali és személy szerint az én vállamon is, de igénylem az önök támogatását, tájékoztatását, véleményét, szükségünk van önökre, és hogy ha tudunk dolgokat és számítunk bizonyos nehézségekre, akkor nem ijedjünk meg, hanem tudjuk, hogy ez be fog következni, és ez bizonytalan, ez viszont fix. El szeretném mondani, hogy a 2021 évi költségvetést a legtöbb tekintetben, és igyekeztünk maximálisra tenni a biztonságot és a bizonyosságot, hogy mit tudunk teljesíteni a bevételeinkből, milyen kiadásokat tudunk realizálni. Szeretném megköszönni most 2021 tavaszán, hogy a munkáltatóink teszik a dolgokat, és a munkáltatók által alkalmazott dolgozók pedig szintén teszik a dolgokat. Szarvas gazdaságon működik, szolgáltatások működnek, bizonyos korlátok között is. Sajnos nem sikerül mindenkinek segíteni, sőt tanácsot sem adni, hogy hogyan élje túl ezt az időszakot, mert vannak, akik szinte lehetetlen, hogy most bevételt rajzáljanak, vagy épp nyereséget termeljenek, vagy létszámot növeljenek. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk tartani azokat a pozíciókat, amelyek 2020 előtt megvoltak, hogy ne essen vissza a foglalkoztatottság, ne kelljen segélyért sorbálni, vagy lehetetlen élethelyzetbe kerülni. Épp ezért 2021 is arról fog szólni, hogyha valaki olyan élethelyzetbe kerül, és komolyan, mert nem tud rajta segíteni, akkor számíthat a közösség segítségére. Viszont vannak olyan dolgok, amelyekben, ha tudjuk, hogy van biztos munkahelye, nehezen tudjuk viselni azt, ha nem teljesíti ő is a kötelezettséget, gondolok az árdíj megfizetésekre, mert a közösségnek ezekre a bevételekre számolnia kell, hisz vannak mögötte kiadások is. El szeretném mondani azt, hogy, és most az önkormányzatra gondolok elsősorban, hogy nem bocsájtunk el senkit, minden munkahelyet megtartunk. Minden kötelező és önként vállalt feladatot teljesíteni fogunk. És ezt kérem az önök partnerségét sem. Ja, ezt nem tudom megmondani, hogy mit tudunk mennyivel növelni egyenlőre, mert most, ha minden sikerül megtartani, minden alkalmazottunknak biztos munkahelye van, akkor aztán már jelentős eredményt elértünk. Hiszen egy ilyen rendkívül helyzetben megtartani valamit, és folyamatossá tenni, és biztonságosá tenni, ez sem csekély dolog. Elmondom önnek azt is, hogy a bevételeink azok bizonytalanok.
Azért, mert három helyről származnak alapvetően. Az állami támogatások ebben fixen számolhatunk. Tehát a költségvetési törvény és a kormány biztosítja számunkra az állam által kötelezően elrendelt feladatokhoz a finanszírozást. Aztán a saját bevételeink viszont nagyon változók. Vannak piaci bevételeink, adóbevételek és sok egyéb más adó, attól függ, hogy tud a gazdasági társaság működni. Ez ipari adó. Az ingatlan adó az általában fix, gépjárműadó semmi közünk nincsen, és igazán igazából, de az ipari adó sem, mert nem tudjuk pontosan mikor kapjuk, meg mikor fizetnek be, és jelentős kedvezményeket kaptak a parlament jóvoltából a magyar adófizetők és a cégek, hogy halasztott fizetéssel élhetnek. Ezek a halasztott fizetések kihatással vannak a mi bevételénkre is, és azt nem tudjuk, hogy milyen mértékben. Van, aki be tudja fizetni az adóját, van, aki esetleg halasztást kér majd. Tehát ezek mind bizonytalanságok a saját bevételeinknél, és vannak helyi bevételeink, amelyek különböző szolgáltatásokban is helyi elképzelésünk megvalósításából adódhatnak. Ezek az ár- és díjbevételek és különböző szolgáltatások igénybevételnek a díjbevétele. De akkor leltározzunk. Nincs moziba bevétel, nincs színházban, nincs fürdőbe bevétel, kevesebb a napközikonyhába bevétel, és sorolhatnám még, hisz azért az önkormányzat is idegenforgalmi szolgáltató, igaz csekély mértékben, múzeumnál sincs bevétel, könyvtárnál sem, létszám megvan, a költségek megvannak, de ugyanakkor nincs bevétel. Bár az utóbbiaknál azért kevesebb bevétel, nem a bevétel a legjellemzőbb, hanem azt, hogy a szolgáltatást tudjuk biztosítani. Működnek az óvodáink, a bölcsődeink, az iskoláink, erről pedig szintén a kormány és a különböző szolgáltatók gondoskodnak. Működik az egészségügyünk is, most rengetegbe kerül, de bírja az ország, és úgy gondolom, ezek nagyon fontos dolgok. És akkor nem beszéltünk még arról sem, hogy beszélünk el arról is, hogy szeretnénk fejleszteni, beruházni. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan beruházások, gondoljuk mondjuk például útra, járdára, amelyre most pontosan nem tudjuk megmondani, hogy mennyit fogunk csinálni az évben, hisz nagyon fontos, hogy likvidek legyünk, magyarul fizetőképesek, és ha megrendelünk valamit, leszerződünk, ki is tudjuk fizetni. 2021-ben biztos az, amit uniós pályázatokból vagy hazai pályázatokból jelenleg folytatunk beruházásokat. De bizonytalan még az, hogy 2021-ben mennyivel fog nőni a költségvetésünk a pályázatok kapcsán és különböző támogatások kapcsán. Én nagyon bízom abban is, tegnap tárgyaltunk erről Dankó Béla képviselő úrral is, hogy jelentős lehetőségek lesznek 2021-ben és 2022-ben a városfejlesztést illetően. Bizonyára emlékeznek még rá, hogy 2021-27 közötti időszakra készítettünk egy fejlesztési tervet, alapja a Ciklus program, amelyben felsoroltuk azokat a feladatokat, amiket el szeretnénk érni. Nyilvánvaló, hogy ebben maximalisták voltunk, úgyhogy 50 projektet jeleztünk, hisz azért szokott változni a taxálása, hogy mire lehet és milyen címszóat lehet pályázni, mert maradjunk annyiba, hogy lehet egy idegenforgalmi típusú beruházás, lehet idegenforgalmat segítő, aztán lehet zöld területet és komfortot növelő, de ugyanakkor idegenforgalmat is szolgálja. Tehát kérdés, hogy hova teszik a hangsúlyt, hogy mely pontnál is milyen címszóat lehet bizonyos dolgokra pályázni, energetika számtalan lehetőség fog nyílni ezek az információink, és elkészítettük ezt a több oldalas, 50 projektes, nagy projektes elképzelésünket, minden benne van. Volt, aki a képviselők között is azzal a zavarral küzdött, hogy nem nagyon tudta mindegyiket kielemezni, de talán valami kimaradt belőle. Szeretném elmondani azt, hogy a 2021-27-es fejlesztési elképzelésünk az a Ciklus programon alakul, amit elfogadtunk, tehát a Város Gazdaságfejlesztési programján alapul, és kérdés, hogy milyen változások lesznek a kiírásokban, hozzá fogunk alkalmazkodni. Nos, tehát kimondtam azt hiszem a vezérszót, hogy alkalmazkodnunk kell 2021-ben a változó körülményekhez, nem rögtönözni, de azonnal alkalmazkodni. Tehát mi mellőzzük a rögtönzéseket, de ha kell, azt is muszáj, mert ha úgy kívánja is a közérdekét, Szarvasváros polgárnak közérdekét szolgálja, akkor félretéve azt, amit korábban gondoltunk, ha új lehetőség nyílik, akkor úgy próbáljuk megfogalmazni, és úgy próbáljuk elérni.
rugalmas és folyamatos alkalmazkodás a változott feltételekhez. Nem tudjuk, mikor lesz, mikor normalizálódik az életünk. Különböző taxációk vannak, hogy mikorra várható. Szeretnénk minél hamarabb elérni azt, hogy biztonság legyen körülöttünk, megélhetési biztonság, egészségbiztonság. Inkább kezdjük az, hogy egészségünk biztonsága, aztán megélhetésünk, munkánk biztonsága és a város működésnek is biztonsága. 2021-ben az a szándékunk és célunk, hogy mindaz, ami a mi feladatunk és a törvény hozzánk rendel, az kötelező módon folyamatosan, hibátlanul teljesítsük. Ez megvannak a szakembereink, és mint mondtam, minden munkáját igyekszünk megtartani. Ha valahol netán a nyugdíjazás van, akkor ott megpróbálunk részszámot nem bővíteni, azt nem tudom megígérni. De nyilvánvaló, hogy van, ahol muszáj lesz majd fölvenni, mert különben nem lesz elváltva a feladat. De nem kívánunk bővíteni létszámot. Ha már azt meg tudjuk tenni, hogy valamit megtartunk, az már egy jelentős eredmény a mai bizonytalandó helyzetben. Ezért gondoljuk végig, hogy nem csak termelni kell, hanem is kell tudni adni. És nem tudjuk, hogy a magyar termékek, a városi termékek hogyan hasznosulnak a piacon. Ebben is vannak különböző jelzések gazdasági társaink részéről, hogy hol várnak visszaesést az értékesítésben, termelésben nem, de piacokat kell keresni majd a fölös termékeink eladására, és ebben nekik a saját termékeik eladására, hogy a létszámot és a céget folyamatosan működtetni tudják. Akik viszont most takarékon vannak és úgy várják, feszülten várják, hogy mikor oldódnak a körülmények, erre pedig csak az a válasz van, amint lehet biztos, hogy lazulnak a feltételek és berendülhet akár a vendéglátás, akár idegenforgalom, akár a szállásadók gondja, akiket a legdramatikusabban érintett. Szarvasvárosa nem olyan idegenforgalommal is olyan szolgáltatás rendszere működik, amely kitett a külföldieknek, hanem a belföldi fogyasztásra alapozott. Épp ezért nagyobb biztonsággal is. Ha hazai terméket vásárolunk, ha helyi terméket vásárolunk, akkor biztos, hogy itt realizáljuk és munkahelyeket tud megtartani. Egy vásárlás is munkahelyet tud megtartani. Nekünk is nagyon fontos az, hogyha közbeszereztetnünk kell, helyi vállalkozóknak adjuk a munkát, hisz ők akkor meg tudják tartani, és itt helyben termelnek új értéket, hozzáadott értéket a tevékenységükhöz. Most tehát úgy gondolom, hogy a bevételeink bizonytalanságát, ami teljesen természetes a mostani körülmények között, az államiakra számítunk, a sajátjainkat nem maximalizáltuk túlra, és nem terveztünk semmiféle vészhelyzetet, hogy eladunk, meg elpancsolunk, most nem ennek ideje van. Meg kell tartanunk a vagyonunkat, sőt, mi több hasznosítani kell. Viszont kérjük azt, akik használják a közvagyonát, azok pedig megfelelő díjakat fizessék meg. A kiadásainkat. Vannak kötelező fix kiadásaink. Ugye ez adódik abból, hogy vannak közdemi díjak, mert kezdem először is a munkabérekkel, járulékaikkal, adókkal, amelyeket nekünk is meg kell fizetnünk a magyar államkasszának. És ezek a törvény szerint is kötelező feladataink. Nem kívánok belemenni, hogy a bölcsőde, óvoda, bármennyibe kerül, az kötelező feladatunk, aztán különböző egészségi szolgáltatások, a védőnőtől kezdve az orvosügyeltig és a házorvosunk feltételek biztosítása is sorolhatnám, a köztisztaság, aztán a zöldterület gondozása, kultúra, közművődés, ezeket mind-mind finanszírozni tudjuk, és vannak kiadásaink, amelyeket önként vállaltunk, ilyenek a sport, ifjúság, és sorolhatnám még ezeket az önként vállalt feladatokat, amelyeket szintén meg kívánunk tartani. 2021-ben nem terveztünk szint növekedést, van, ahol át kell rendeznünk bizonyos dolgokat. Mondjuk kiemelek egy példát, a zöld területeknél el kell gondolkodnunk azon, hogy kétszer kell virágosítani a város térre, meg nyárra. Lehet, hogy a nyárinál maradunk, mert túlságosan drága és kevés ideig tudjuk érezni a szépségét, mondjuk egy apróság árvácska ültetésnek. Lehet, hogy lesznek olyan költségek, amelyeket meg kell spórolnunk, vagy át kell gondolnunk, hogy hogyan miként tesszük. Van, amire többet kell költenünk, és én szerintem a zöld terület esetében nagyon fontos a gyepfelületek felújítása, a fásítás, a
növényzettápolásra is, erre számtalan projektünk is van, amire kapunk pénzt, és van, amit a költségvetésünkből kell biztosítani. És vannak olyan kiadásaink, amik bevétel függőek. Nos, tehát, hogyha jól realizálódik mondjuk adóbevétel, és jelentkezik plusz, akkor tudunk egy évben a járdából, az utakból többet indítani. Tudunk felújítást indítani. De ez majd akkor születik meg a döntés, amikor a bevétel is realizálódik, vagy már ott van az ajtónkban a befizető, hogy hozza a fizetségét, és akkor azt szeretnénk elkölteni. Nem akkumulációra törekszünk, viszont nem kívánjuk a tartalékainkat sem fölélni. Ugyanis most nem a nagy akkumuláció jön a város működésében, mert az színvonal csökkenést jelentene, hanem a megszokott módon és megszokott mennyiségben igyekszünk a szolgáltatásainkat bővíteni, és csak a bevételtől függően. És minden olyan forrást, amely pluszként érkezik a városhoz, béleti díjakba, ez hasonlóban az pedig, ahogy realizálódott, tudom, nem tudom most megmondani, hogy beérkezik az a bevétel, vagy sem. Vannak béleti díjak, amelyekben ugye egy kormányzati parlamenti döntés kapcsán díjmentességet kell biztosítani. Szívesen tettük, de tudjuk, hogy ez a költségvetésünket csökkenti, mert kevesebb bevételünk. Saját cégeinktől is nem kérhetünk béleti díjat bizonyos kérdésekre, ezek bevétel kiesést jelentenek, de ugyanakkor kevesebb támogatást is igényelnek, szóval semmi sem egy síkú, hanem minden összefüggés, globálisan is összefüggésekbe kell tudni kezelni. Nos, tehát mondom, vannak olyan tételek, amelyeket most nem terveztünk be, mert bevétel függő, viszont a bevételekre számítunk, és amint realizálódik, akkor úgymond útjára engedjük. Ez nem jelenti azt, hogy nem kérünk árajánlatokat, csak egy pici türelmet kérünk az indítást illetően, mondjuk egy útépítésnél befizették, elkezdjük a beruházást, a befizették. És ahogy a bevételek növekednek, úgy döntünk a következőkben is, ahol szintén az útépítésben partner Szarvasváros polgársága. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezt csak úgy lehet tenni, hogyha egy követ folyunk, hogyha összefogunk, akkor tudunk elérni ebben a városban eredményt. És köszönöm mindazoknak, akik már jelentkeztek 2021-ben, ők pedig utat szeretnének építeni, és vállalják a 25%-ot a városnak, pedig gondoskodni kell a 75%-os önkormányzati költségről. Ez az, amit ütemesen fogunk egymás után a bevételeink függvényében úgymond elindítani. Ezt szeretném mondani, hogy mit nem teszünk. Nem merünk adót, nem merünk díjakat, és díjmentességet biztosítunk, de tettük ezt már 750 vállalkozónál, nem kell hozzá kormányrendelet sem. Nem kértünk 750 adóalanytól. Szarvasváron 1250 körül adóalany van, azért gondolják el, hogy ebből 700-750 kiesik. Vannak megszűnő új vállalkozások is. Adómentességet biztosítottunk számukra. Tartjuk azt a szabályt, hogy ahol kéri az állampolgár, és ebben lenyilatkozza magát, a kormányrendelet szerint 50%-os adó megfizetési kötelezettsége van. Ugyanakkor kérhet halasztást is, és az APEC-hoz kell befizetniük ezen túl is, nem hol. Tessék, NAV-hoz, nem APEC. Igen, rosszul mondtam. Köszönöm a javítást. Mint mondtam, a gépjárműadóról nem tudunk tárgyalni, mert semmi közünk hozzá, van helyi adónk a ingatlanok után, amit fizetünk, azt pedig kérünk mindenkit, hogy január, március 15-ig és szeptember 15-ig fizesse be, mert a közös feladatokhoz a bevételek is szükségesek, mert azt nem a Jóisten teremti meg, hanem mi, magyar munkavállalók, szarvasi polgárok fizetjük be a központi költségvetésben, aztán visszakapjuk a kötelező feladatokra az állami támogatást, és a helyi bevételekből pedig helyi feladatokat oldunk meg. Aztán, tehát díjakat nem örünk, vannak díjmérséklések, ezért utaltam arra is, hogy a béleti díjaknál is engedményeket kénytelenek voltunk adni, amikor teljes zárlat volt a boltok tekintetében is, számadt a forgalmunk, a vendéglátás tekintetében. Nem túl sok van, de azért mondhatok példát, van, aki bérel vendéglátóhelyet, van, aki szórakozóhelyet bérel tőlünk, ott nyilvánvaló, hogy eltöröltük a vírus időszakára
a törvény meghatározott lehetőségek között és a testület jó bölcs gondolkodása kapcsán elengedtük a bérleti díjakat. Viszont vannak olyanok, akik díjmérséklést kértek, azokat is tudtuk honorálni. Aztán nem fogunk csökkenteni semmi szociális kiadást és kulturális és ifjúsági és sportkiadást. Bár költhetnénk a kulturálisra még többet, ami a finanszírozást az intézményeknél és a cégeinknél. Minden hónapban elszámolunk, és a hiányzó bevételkiesést pótolnunk kell az intézményeknél a költségvetésünkből. Értsék alatt azt is, hogy ha létszám megvan, akkor nem a teljes mondjuk színházi támogatást adjuk oda, hanem csak a létszám fenntartásának költségeit, mert ugyanis nincsen egyéb kiadásuk, mondjuk ilyen alválkozó zenekarok, meg nem tudom, csak nem tudom, mi lesz a szilvanapunkkal, mert ugye tavaly elmaradt, de azért a nagy ünnepeket valamire úton, módon, ha engedik a szabályok, meg fogjuk tartani, ezekkel persze mindig kiadások vannak, nem csökkentjük a közvilágítást, a földfelület ápolást sem. Vannak kérdések, ahol eddig is odafigyeltünk a racionális és a hatékony működésre, pénzfelhasználásra, tevékenységre. Ezekben az ilyen várhatók még itt a picike, gombostüvegyni lazaságok vagy mellőzhető kiadások megspórlása, de ezek nem generálisak, ezeket nem szabad, hogy észrevegyék. A beruházások. A beruházásoknál azokat a beruházásokat igyekszünk befejezni, amelyek jelenleg folyamatban vannak. Van ilyen több. Ugye közbeszerzés alatt van a pavilon, a zöld városok már talán medrébe került, mert ott támogatóhatóságtól is különböző problémák keletkeztek. Elindult ugye a kerékpárút építése. Aztán vannak olyan lakossági kezdeményezések, már komplettíroznunk kell. Voltam múltkor, megkérdezték, hogy miért kell most a 20 parkoló mellé még hetet építeni, azért mert tud is kell, és akkor nem lehet használni az egészet, ha nem csinálja meg az önkormányzat mondjuk azt a 7 parkolónyi utat, akkor az egész nem használható. Aztán van, ami hozzááll a vállalkozó, hogy mondjuk a Arborétum utcánál a lejárót megcsinálja, helyreállításra költeni, fel kéne újítani, akkor mi is álljuk a saját költségünket. Ezek nagyon korrekt dolgok, hogy együtt gondolkodunk, és ha van lehet, akkor komplettírozunk, és jól megcsináljuk, és be is fejezzük. És hosszú távra gondolkozunk. Vannak különböző bevételeink, amelyek bizonytalanok. Többek között az eddig megvalósult beruházásaink állami támogatása. Ebből még jelentős összeg az, amit várunk. Ezek is mind forrást adnak, nem a működéshez, hanem a beruházásaink további finanszírozásához. Gondolják el, hogy megnyerünk egy pályázatot, közben a piac följebb értékeli. A kettő közti differenciára gondoskodni kell erre. Van 340 millió hitelünk, amely, hogyha most sikerül visszakapnunk a korábbi túlköltekezést, vagy magasabb árdifferencia miatt előállott hiányt, akkor ezek mind forrást jelentek, nem kívánjuk visszafizetni, hisz alig van költség ennek a hitelnek. Ez inkább a beruházásaink biztonságát jelenti, hogyha kevesebb a pénzünk, amit kapunk hozzá, viszont a piac magasabbra értékelt, a kettő közti különbözetet tudjuk a költségvetésünkből, helyesebben a hitelünkből kipótolni, ha ideiglenesen is, de a beruházás indulhat. Ennek is az a jelentősége, hogy akik megnyertek egy pályázatot, dolgozhassanak, termelhessenek új értéket, és gyarapodjék, gazdagodjék a város, ne húzódjon el, még este hitelt veszünk fel, vagy azon törpölünk, hogy hogyan tudjuk kipótolni. Vannak bizonyos bevételeink, amelyeket akkumulálunk. Ha a végtérés nagy gond van, akkor hozzá fogunk nyúlni, de nem tervezünk hitelfelvételt, és nem tervezünk vagyonértékesítést, és nem tervezünk úgymond akkumulált forrást. Mondok egy példát, mondjuk a lakásfelújítási alapot, amely ugye csökkenti a bevételeket, a ráfordítások, a javítások, meg ez hasonló, meg sajnos a hátralékosok is csökkentik az akkumulációt, és ebből is van jelentős. Azért furcsa dolog, ugye, hogy valaki kér tőlünk szociális bérlakást, és nem fizeti a közlemi díjakat, nem fizeti a bérleti díjat, ez mind a lehetőségeinket csökkenti. Úgy gondolom, hogy ha valaki van talált, akkor vállalnia kell. Mint hogy nekünk is, az városnak is, minden szállítunk felé. És szeretnék erről bizonyosságot is adni, időben fogunk fizetni jó teljesítésért. Ha a szerződés szerinti, akkor garantáljuk
a határidőben való kifizetést. Dolgozzanak jó, dolgozzanak pontosan, jó minőségben, és mindenki megkapja Szarvasváros önkormányzatától azt a járandóságot, amelyre szerződést kötöttünk. Nos, tehát a folyók és a jövő. A jövő viszont arról már beszéltem, hogy a jövő beruházásai, azok pedig pályázatfüggőek. Mint mondtam, Dankó Béla képviselő arról biztatott, hogy rövidesen dönt kiírások, és ezt követően gyorsan döntések is fognak születni. Úgy gondolom, hogy fölkészültünk már korábban, kész tervekkel, meg elképzelésekkel. Inspirálom is a képviselőket többek közt arra, hogy folyanak bele ezeknek a praktikumába. Azt mondjuk kevésbé tudom megérteni, mikor van egy projektre lehetőség, és hogy egyáltalán miről beszéljünk, azt is megakadályozzák. Szóval, tudják, előírás az is fizetik az árát is, hogy egy pályázathoz koncepciót kell készíteni. Többek részt van mondjuk egy fürdő, vagy a kacsató környéke, vagy a liget, vagy bármi sport beruházások. Itt még elfelejtem mondani, hogy bizonyosan májusban kezdődik a sportközpont építése, a honvédelmi sportközpont építése, aztán a karatésok is nagyon szép versenyt csináltak a minap is. Elnök úr üdvözölt, hogy nagyra tartja a város törekvéseit és a helyi egyesületünk kiválóságát. Igen, szeretünk ott lenni. Aztán nagyra értékelték a sportosok is, mert sok mindenre futotta, még ha nem is úgy néz ki, hogy mindenre, de például a kajakosaink azok nagy örömmel vették át a minap az új kajakokat, ami szükséges. Nos, tehát a jövőről arról ma nem célszerű beszélni. Azok mind-mind a bevétel oldalt és a kiadási oldalt is majd növelni fogják ez évben. Lehet, hogy ezekben az évben nem négyszer fogjuk módosítani a költségvetés, hogy mindig tisztálásunk, hanem lehet, hogy két havonta. Mikor aktuális lesz? Tudnék, a költségvetés módosítása mindig a hátralévő időszak tisztálhatását segít elő. Épp ezért nem szoktuk magunkat kímélni. Úgyhogy elkészítettük most a költségvetést. Hitelt nem kívánunk felvenni, nem kívánunk eladósodni sem. Nekünk van adósságunk, amelyet tudunk fizetni, és mind célszerű is a város érdekét szolgálja. Nem azért, hogy kényelmesebben tudjunk költekezni vagy beruházni, hanem a város érdekét, az önök érdekét szolgálja. Végezetül szeretném elmondani, hogy semmi, úgymond, hiszteroid magatartásunk ebben a kérdésben nincsen. Több fordulóban vettük számba a lehetőségeinket, kiváló munkát végeztek a pénzügyi tekintetben, és akkor azért hoztam be a naptárat, ugyanis kicsit furcsa időszak jön, hogy a 15-ig kell elfogadni a költségvetés rendeltünket, amely március 15-e. Ez az ünnepnap. A testületülésünk, amely ugye, lenne normál körülmények között, az pedig 18-án lenne. Úgy tehát azért kellett előre hoznunk a dolgainkat, hogy az önök véleményét is kikérjük, mégpedig a 2021-ről, hisz lehetnek olyan fontos szempontok, javaslatok, észrevételek, kérdések, amelyekre meg kell válaszolnunk. Miután sem testületülés, sem lakossági fórumot nem engedélyez a törvény, pontosan az önök egészsége megvédésének érdekében, ezért találnunk kell olyan lehetőséget a mai digitális világban, hogy önök megtessék az észrevételéket, és a képviselők is kifejtsék véleményüket ott, ahol gondot látnak. Ahol nem látnak gondot, nem kell különösebbképpen problémázni. Néha van képviselőknek is ilyen vélemény kényszerük, hogy ezt szeretnék mondani, de ha valamit nem látnak rosszul, és elfogadják is, és úgy látják, hogy a város is az önök érdekét szolgálja, akkor elegendő annyi, hogy részemről nincs kifogás. Mert bibliákat elolvasni nehéz most a rövid idő alatt. Viszont azt kértem a hivataltól, hogy legyen készen ezen a héten a végleges verziója a költségvetésünknek, ahol már minden olyan kérdést, ami korábban fölvetődött és számunkra is lehetőség kutatásának a szintjén volt, fixálódtak, ezért sikerült fixálni a 2021 évi költségvetés rendelet formáját. Mindjárt dr. Mejős Jánosnak át fog adni a szót, részletesebben is beszél erről. Én az alapvetésekről igyekeztem elmondani véleményemet, és ebben a fontos mondandómat.
és mondom, nem félve a felelősségtől, és nem nyomasztja a vállunkat sem, sőt, még idegesek sem vagyunk, fogunk tudni alkalmazkodni. Ha önök is segítenek, a képviselők is, a lényeget látják, akkor nekünk különösebb gondunk nem lesz. Mert van kreativitásunk abban, hogy hogyan tudunk forrásokat, vagy problémákat megoldani. Egy dolog, hogy valaki felismeri a problémát, ez általános. A problémát gyorsabban érzékeljük, a megoldást az kevésbé szokták sokan megtalálni. Nem baj, és azért vannak vezetők, hogyha problémák vetődnek föl, akkor a problémák mellé mindig megoldást is keresni kell. Vannak dolgok, amik nagyon nehezen, vannak, amik bonyolultan, és vannak, amik csak hosszabb távon oldhatók meg, azért már csak ilyen. Mindig több az igény a költségvetésben, mint a lehetőség. Ez meg megint természetes dolog. Itt kell majd a hétköznapi apró döntéseknél ezt az arányt megtartani, hogy erre is fussa, arra is fussa, maradjon is, jusson is, és minél több kívánságot tudjunk teljesíteni. Nos, tehát a dátumokra visszatérve, ma 2021. március 4-e csütörtök, 11 óra tájékán vagyunk, és ahogy befejeztük a tájékoztatást, gondoskodunk arról, hogy a költségvetés rendeletünk tervezete nyilvánosan megtapasztalható legyen. Címzetes főjegyző úr el fogja mondani, hogy a honlap milyen formátumán lehet ezt megvalósítani. Nem telefont választottunk, hanem a tájékoztatás lehetőségét a képviselőknek is, ők is most fogják megkapni a végleges verziót elfogadás előtt. Számukra is most dél körül küldjük elektronikus formában, van, aki nyomtatott formában kéri, és ugyanakkor önök is korlátozás nélkül hozzá tudnak férni. Nehézekbe a számukba igazodni, mert hatalmas anyag és rengeteg számot tartalmaz. Nem tudom önöknek bemutatni oldalszerűen, de nem csak szöveg, hanem a számtáblák is érdekesek. Ezeket azért jó megnézni, hogy az ember elemezze egy kicsikét, meg folyamatokat, trendeket, meg arányokat tud ebből következtetni, de úgy gondolom, hogy sem a kiadások nem bővíthetők, sem a bevételek nem bővíthetők jel ismereteink szerint. Ezt szeretném elmondani. Kiadni pedig azt lehet, aminek forrása van, azaz pénz van mögötte. Nos, tehát túl sok lehetőségünk abban, hogy jelentősen módosítsuk akár a költségvetés volumenét, az szinte lehetetlen is, ahhoz bevétel kell. A bevételeket sem lehet felsorfolnunk, mert azok csak légvárak lennének. Ha kiadásokban olyat ígérgetnénk, amelynek nem látjuk a bevételi oldalát, teljesen fölösleges. Terveink mindig legyenek, de a konkrét pénzügyi tervünk otthon is, a fizetési szalagunk után, amit az lehetőséget, azt lehet elkölteni. Nem különben a város költségvetése sem, csak azt tudjuk felhasználni, ami forrásunk, ami pénzünk be is folyik. Ezekből elmondtam, hogy melyek bizonytalanak, melyek kevésbé biztosak, és milyen bizonytalanságok vannak. És még nem tudjuk azt, hogy milyen bizonytalansági tényezők jönnek még be. Alapvány tudtunk sincs. Nézzék, hogyha teljesen leáll az ország, akkor nagy baj van. Ez az ország nem állt le. Ez a Covid vírus alatt is működik, termel. Adót fizet, termel, munkabért fizet, mi fogyasztunk is, mozoghatunk is. Na, némi korlátok között, de mozoghatunk is, de este 20 óra után nem. Hát ezek olyan korlátok, amelyek nem kérnek különösebbképpen pénzbe, de ugyanakkor be kell látni azt, hogy a komfortunk, az a megszokásunk, az életvitelünk az korlátozódott. Hangsúlyozom, ezt sem azért találták ki, vagy alkalmazták a szabályokat, hogy bosszantsanak minket. Mi nem igyekeztünk túl tüstönkedni ezt az egész ügyet a korábbiakban, mert szóval olyan rendeletet hozni, amit nem tudunk betartani, az fölösleges. Csak azért papír legyen róla. Viszont kérjük azt, amit hozunk, azt komolyan gondoljuk, és az önök érdekében azt meg tartsuk be. Visszatérve tehát a költségvetés rendeletünkben, nem baj, ha olyat mondanak, aminek most nincs forrása, és esetleg lehetetlennek néz ki. Tudnék, az igazság, hogy mindig tervezünk hosszabb távra is. És a hosszú távul jelentheti most azt is, hogy bizonytalanság, hogy az év negyedik évében, vagy harmadikban. Tehát amit ma önök javasolnak, az nem lehetetlen dolog, csak lehet, hogy nem most, nem holnap, hanem szeptemberben, vagy novemberben, vagy épp a következő évben. De mindig legyen olyan igényük,
amit elvárnak tőlünk, vagy szeretnék. Nem is tőlünk várjuk, nem tőlünk kell elvárni, hanem magunktól várjuk el. Ez a költségvetés nem a címzetes főjegyzői Ramóláé vagy az enyém, hanem a városi. És a költségvetés a lehetőségeinket és a kötelezettségeket tartalmazzák, a lehetőségeket a bevétel oldalról és kötelezettségeket a kiadás oldaláról. Én szeretném, hogy is az a törvény kötelme is, hogy egyensúlyban legyen. Nem lehet egyiket sem túlkalibrálni. Valótlan ígértek kell a bevételeket növelni, és vagy valótlan, vagy túlzó kiadásokat sem tervezni tudni, az egyensúly megmarad. Ezt az egyensúlyt fenntartani, nem akar a munkánkat dramatizálni, de nagyon nehéz. Otthon sem könnyű, néha az igényeket és a bevételeket, meg a kiadásokat szinkronba tartani. Tudni, hogy az ember valamelyiket eltéveszti, akkor fölből az egyensúly. Ez ugyanígy van itt is. Ez nagyon nagy felelősség, de nem tartunk tőle, mert tudjuk, hogy hogyan kell megoldani a problémákat, és mindig vannak megoldásaink az életben. Önöknél is, otthon is így van. Valamiről le kell mondani ma, de lehet, hogy holnap meg tudjuk szerezni. Lehet, hogy ma ezt elérjük, és döntünk benne, de ugyanakkor valamit vissza kell lépni, hogy az egyensúly megmaradjon. Ez nagyon fontos dolog a mérleg elmélet szerint, hogy a bevételeknek, a kiadásokkal egyensúlyba kell lennie. Tudni, hogyha valamit megmozdítunk ebben, akkor a mérleg nyelve is elmozdul, és traumákkal jár. Magyarul megrázkodtatással, valami föl fog borulni. Tudják, a kocsit is az út közepén kell vezetni. Ha az ember cikázik össze-vissza, akkor baj lehet bőle. Nem kívánjuk ilyen helyzetre lehajtani a város költséget, és minden esélyünk megvan arra, egyensúlyt be is tudjuk tartani. Nagyon bízunk abban, hogy ebben az évben módosítjuk 2021-ben a költségvetésünket, pozitív irányba fogjuk csak mozgatni. Ez persze a lelkünkben van ez az elvárás, aztán a Jóisten meg a kormány gondoskodik róla, hogy meg is maradjon ez a bizakodásunk. Én ötől kérem azt, hogyha valamire ma nem sikerül pozitív választ adni, akkor bízunk abban, hogy azt a lehetőséget valahol megtaláljuk, hogy teljesítsük. Jó az, az ember minél több elképzelését, minél több tervét meg tudja valósítani magánéletben is, meg egy közösség életében is. Legyünk rajta, hogy a megoldásokat keressük, meg a lehetőségeket, és használjunk ki minden lehetőséget. Képviselőtestület nevében én elfogadtam a fejlesztési programot, és bízom abban, amit Dankó Béla képviselő megbeszéltünk, hogy rövidesen kapjuk a pályázati kiírásokat, és megszületnek még ebben az évben jelentős számú döntéssel. Azok a pályázatok, azok a beruházások, amelyek a város gyarapodását, a város fejlődését, komfortjának fokozását eredményezik. Voltak ugyan vélekedések, hogy itt helybe kell teremteni. Ugye nem zsákkal kell hozni a pénzt az Unióból vagy Budapestről, hanem itt helyben. Mi mindig többet költhetünk, mint amennyit helyben összeállítunk. Tudni, az ország kicsit leszakadt vidéke vagyunk, és ezt a leszakadtságot ezt be kell tudnunk hozni. Akár a falvainkban, akár a városainkban, a kisvárosainkban. Be kell hoznunk, mert az igényünk, hogy egyenlő eséllyel születünk az életben. Ha nem is, akkor pedig próbáljuk az egyensúlyt és abban is esélyegyenlőséget megteremteni. Talán ennyi lett volna, még befejezve annyi, hogy akkor ahogy mi befejeztük a honlapon megtalálható, önöktől pedig kérjük, hogy minél hamarabb tegyék lehetővé, hogy megismerjük a véleményüket. Jambik Ramóla és a pénzügyosztály fog gondoskodni a vélemények összesítéséről, és ha valami olyan kérdés van, akkor azt elém hozzák. Én pedig úgy gondolom, hogy legkésőbb 12-én fogom elfogadni. 11-én. Tessé? 11-én. 11-én, mert van egy szabály, hogy a másik nap lép hatályba. És akkor úgy teljesítem a törvény szabályt, hogy a 11-én elfogadjuk a költségvetést, 12-én kihirdetjük, és akkor teljesítettük a törvény szerinti 15-i határidőt is. Úgy kérem, hogy ne csak önök, hanem a képviselők is, akik valószínűleg megnézik ezt a elektronikus lehetőséget, ők is ezt az időtartamot arra tudják használni, hogy a véleményüket megfogalmazzák. Kapnak egy szavazólapot mellé, hogy kérjük, hogy támogatja, nem támogatja, vagy pedig tartózkodik, vagy valamilyen generális javaslata van. De a szavazás mindenféleképpen kell a véleményén. Ez nem így előtörvény, de én úgy gondolom, hogy
A demokráciát komolyan gondoljuk, és azt is komolyan gondolom, hogy Szarvasvárosnak 12 választott képviselője van, részt kell venni mindenkinek a munkában is, bízom is. Tehát a képviselőknek is ugyanaz a lehetőség áll, hogy tizedikéig jutassák a véleményeket, 11-én a kollégáim összeállítják ezeket a vélekedéseket, amelyet majd be is fogok róla számolni, és én pedig 11-én rendeletet fogok alkotni, figyelmébe az önök és a képviselők véleményét is. Címzetes Fogyatos úr pedig majd a végén elmondja, hogy milyen úton lehet elérni a költségvetés szövegét. Még egyet hozzá kell tennem, és aztán odaadom a szót, hogy megkaptam a legújabb verzió a rendeletalkotás harmadik fordulójához szánt és elvégzett könyvvizsgálói jelentéseket is, és a belső ellenőrzés jelentését is. Úgyhogy ezeket is mellékeljük, ez a mögötte lévő anyag lesz. Tehát beszereztük ezeket a véleményeket, a könyvvizsgálóit is, meg a belső ellenőrzést is. Javasolják elfogadni a képviselőtestetnek. Címzetes főjegyző úr, akkor stand-upoljunk ön terjesszel elő. Stand-upoljunk akkor. Kezdjük először ezzel. Kezdjük talán először azzal, hogy most is elmondom, meg a végén, végén is elmondjuk, hogy ezt a bizonyosat, amit polgármester úr már az előbb megmutatott, és ami számokból is áll, és egy rendeletszövegből, de egy indoklásból is, amikor többé-kevésbé értetőbbé is válik mindenki számára a rendelet indoklásából, hogy mi miért van úgy, ahogy van. Ezt most, ahogy mi ezt befejezzük, ahogy mondottad, akkor azonnal az informatikus kollégák felteszik a www.szarvas.hu weboldalra, a város hivatalos weboldalára. Ott van egy olyan menüpont, hogy tessenek keresni, hogy hírek, menü helyi hírek. Hírek, helyi hírek. És abban van egy olyan cikk majd, hogy a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet lakossági véleményezéséhez. Ott tetszenek majd megtalálni ezt, ami oda feltöltésre kerül. Hozzászólás lehetőség a cikk alatt van közvetlenül, tehát rögtön bele lehet írni, ott van egy ilyen kis karimambe, a véleményt bele lehet írni. Vagy hogyha azt bővebben akarják, vagy más módon szeretnék, akkor a hivatalkukat szarvas.eu e-mail címre kell megküldeniük. És nagyon fontos itt egy határidőt megemlítenünk, március 9-én délutánig kell ezt megküldeni, 9-én, 16 óráig, hogy 10-én még legyen idő annak összesítésére, hogy 11-én a döntést meg tudjuk hozni. Nem tudom, elég lesz, szóval még aki 10-én küldött. Hát az már, de hogyha meg tömegével jön, akkor meg nem tudunk vele mit kezdeni 11-ig. Szerintem itt ezen a hétvégén valószínűleg, ha nehogy Isten még egy-két embernek elcsúszik és 10-ig küldi, akkor... Nem, csak össze 1, 2, 3, 4, 5 nap. 5 és 6. 6 gyakorlatilag, 6 nap. Igen. Azért az 6 mondjuk. Nap már ezekre. Jó. Letölthető ez a... Igen, ez a szarvas.hu. Minden letölthető. Mindenki is nyomtathatja, ha valaki papírformába szereti. Igen, valaki ezt. Úgyhogy PDF-ben lesz odafenn. Simán letölthető bárki számára. Jó, tehát akkor megbeszéltük, ma, ahogy befejeztük, felkerül a honlapra, onnantól kezdve kérjük a képviselők és a lakosság vélekedését is, kérem lapozzanak bele. A kérdésük van, azt hiteljük föl, mi hamarabb, mert akkor a kollégák időben tudnak válaszolni, és akkor 9-én estig. Igen, hát ha valakinek rettenetesen lélekbe markoló gondolata támad, és 10-én akarja feladni, akkor azért el fogjuk meg olvasni. Azt is, de amennyiben lehet főszabályként, és folyamatosan 9-én. Küldjék, mert jó. Akkor folyamatosan tudjuk fel dolgozni, és akkor csütörtökön ugye... Pedig 10-kor nekiülünk. Nekiülünk itt. És akkor én dönteni fogok. Így van, pontosan. Dönteni fogok 16 óráig. Igen, igen. És megalkotjuk a rendeletünket. Így van, másnap kihirdetésre kerül, és akkor lesz törvényes abban időben. Rendeletünk, amellyel kapcsolatban én a következőket szeretném elmondani, és akkor ezt most úgy fogjuk ám csinálni, hogy én mondom a számokat, mert én egy ilyen lélektelen bürokrataként tudom ezeket a dolgokat elmondani. Élettel és tartalommal majd polgármester úr megtölti, hogyha... Hát meg Ramola is, igen. Hát ugye azért a közérthető magyarázata az rád fog várni a dolgoknak. Mindamellett az kiegész... Hogy is mondjam? Tehát a dolgok lényege az elhangzott az elmúlt egy órában.
Ami most jön, ez maga az apró pénzre váltása azoknak az elveknek, amelyeket polgármester úr elmondott, és vázolta, megmutatta, lerajzolta az önök számára is azt, hogy azért nem egy olyan nagyon egyszerű dolog, nem csak azért, mert sok papírt és számot igényel, hanem mennyi szempontot, mennyi mindent kell egyébként a döntéshozónak, meg az előkészítőknek figyelembe venni akkor, amikor egy település költségvetését összerakja. Azokról a tényekről már nem is szeretnék, nyilván nem is fogom megismételni, de azért arra ismételten felhívnám a figyelmet, hogy tehát polgármester úr, hát hogyha csak a polgármesterségét nézzük, akkor a 22. költségvetést rakja össze, 23-at, én jegyzőségem 16. költségvetését pakolom össze, de azért bevalljuk őszintén, ebben ennyi meló még nem nagyon volt, ugye? Hát az igazság most nagyon mindent meg kellett vizsgálni, csak azért. Nem, mint a korábban nem tettük, hogy ez, de különben az évek azok nem érdemes, csak állapot, jól tetszik tudni. Minden nap, minden év új kihívás. Ó, persze, én csak azt akartam elmondani, hogy milyen nagyon régen csináljuk, és azért van rutin. Nem tudom, érdekel valakit? Engem. Na jó. Engem. Én már most már legalább azt értem, hogy mi az, amit felolvasok. De... Ne felejts el, hogy a rutina sosem jó ezekben a kérdésekben. A rutint jó értelemben vettem. Értem. Tehát ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki összeállítan, az a rutin. Hát de az, hogy az év mit hoz meg a lehetőség. Ja, nem, persze. Hát most, hát ebben az értelemben aztán marhámon nem volt rutinos összeállítása ennek az idejének, mert mit tudom én akkor, amikor rendesen jött a pénz, gondolkodni kellett, meg csak azon kellett gondolkodni, hogy hova költsök el okosan, azért ez egy másabb történet volt, igen, mint most, amikor valójában azt se tudjuk, hogy a bevételi óta hogy fog majd összeállni. Egyben tudjuk. Hát tudjuk most itt. Tervezzük meg. Ja, tervez, a terv szintjén, igen. Ugye, de jó Isten, mit küld ránk, azt nem tudjuk. Hogy mire költjük a bevételeinket, de azért majd felülírja, uh-huh. És törvényesen kell felülírni. Így van. A bevételt és a kiadást egyensúlyba kell tartani. Így van. Nagyon fontos dolog. Ezek az egyensúlyi feltételek pedig azért itt is, ott is, akár a bevételek oldalán, akár a kiadások oldalán vannak instabilitások. Szóval be kell látni, hogy az életekben most kicsit több bizonytalanságot táplált, amely nyilvánvaló kihívás számunkra, hogy ezeket a bizonytalanságokat hogyan tudjuk elérni. Már mondtam én azt, hogy meg kell hajtanunk az államtól is a lehetőségeinket, úgyhogy vissza azt, amit megkaphatunk. Csak az igazság, hogy hiába szorgalmazok, van, ahol mit tudom, fél éves a döntés. Na, de ha megkapjuk, akkor viszont türelmesnek kell lenni. Igen, csak ugye ők azt hiszik, hogy majd mi abba hagyjuk a követelést. Nem hagyjuk abba. De hogy hagyjuk. Nem. Újra kezdjük el. Újra kezdjük. Így van, valamiben 8-adjára adjuk be, 9-adjára kapjuk. Meg fárasztó, nem túl szórakoztató, csak hát célszerű megcsinálni ezeket a dolgokat. Hát valamelyik támogatás szerződésnél a 6. módosításra a tegnapi éjszaka írtam. Hát nagyon nagy a bürokrácia is benne. Nagy a bürokrácia, de ez azért van, hogy még be tudjuk tenni összes költségünket, és kérjük a megítélt támogatás és tényleges költség közti differenciát. Milyen sikerrel járunk, ez persze megint nekik sem könnyű a dolgok, és egyébként azért születnek később döntések, mert az államkasszába is, ha beért a pénz, akkor tudnak a kiadásra dönteni. Tehát nem akarok empátiát mutatni a pénzügyminiszter irányába, neki sincs könnyű dolga. Hát most azért csak mutattál egy kis empátiát. No, mondok néhány dolgot, ami... De bízom benne. Így van. Amiről szólt már polgármester úr, tehát hogy mi volt az, ami az elmúlt évekhez képest más módon befolyásolta az idei költségvetés tervezést. Ugye először említetted egyébként te is, hogy a gépjárműadó bevétel 2021-ben már nem az önkormányzatot illeti meg. Itt a tervezéshez képest 42 millió forint adóbevétel csökkenést kell látnunk. Idegenforgalmi adóbevétel szintén nem került. Én ezt azért kell mondanom, mert ennyivel kevesebb, ennyivel kevesebb forrás. A költségvetésben. Nem azért, mert rosszul gazdálkodunk, hanem annyi, hogy ez nem a miénk. Már nem a miénk többé. Idegenforgalmi adóbevételt. És még egy ér, de egy útra kapunk, akkor a francot érdekli a gépjármű adó, mert kapunk mondjuk 50-100 millió, 200 millió forintot útépítés, és akkor a kis csodát érdekli, hogy nincs gépjármű adó, kapunk a lehetőséget, aztán kompenzat, tehát a város. Igen. Az a fontos, hogy szummában ne járjon rosszul. Igen. Tehát ha valamit egy beruházás, egy pályázattal tudunk elérni, és nem a saját bevételünk, miért nem rossz az nekünk, csak több munka van csak bele. Legyen meg az csak több munka van bele. Hát sokkal több, igen. Nem helyben van a döntés, hanem másoktól is függ. Így van.
Idegenforgalmi adóbevételt szintén nem terveztünk, miután tavaly december 29-én a kormány egy olyan rendeletet hozott, amely szerint a vészhelyzet megszűnéséig, veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell az idegenforgalmi adót megfizetni, ugyanakkor viszont el kell azt is mondani, hogy a megállapított, de be nem szedett adót a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz. Ez alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet a magyar államtól, tehát a kormánytól, tehát ami kiesett, az támogatás formájában a igen, kormánytól megkapja. Igen, csak megint megkapja. Rája, hogy bevallotta, kiszámítják, és aztán kérdés, megkapjuk-e, mert pont a költségvetés bírja. De mi bízunk abban, hogy megkapjuk, úgy terveztünk vele. 12 millió forintos állami támogatást, kiegészítő állami támogatást terveztünk. És ugyanez mondható el egyébként az iparűzési adóbevételre, erről bővebben ejtettél volt szót. 620 millió forintról 270 millió forintra kellett lecsökkenteni 2021-re nézve a rendelkezésre álló ismert jogszabályok alapján a helyi iparűzési adó miért bevételünket. 620 millió forintról 270 millió forintra. 400 millió. Megint az igazság, hogy igen. Megint, szóval nem esek pánikba, hogyha sikerül egy több beruházást megosztani, és akkor nem az iparűzési adóból kell megcsinálnunk, hanem a támogatásba, akkor a francot érdekel, szóval nekem tök mindegy, mi a címké a pénznek, helyi adóból, vagy pedig uniós még állami támogatásból, az kompenzálja, és mi tudunk haladni és fejlődni, akkor én nem vagyok hiszti. Szóval azzal ellentétben, amik mondanak itt sokan polgármesterek, ha megvan a működésre, konkrét működés, dolog és személy kiadásai a pénzünk, és a többi, amely a fejlődést, a komfortot, a jövőt szolgálja, megkapik olyan oldó módon, akkor teljesen mindegy, milyen jobb hogy hagyjuk meg. Szóval ezt nem értem, hogy miért tudnak ilyettől kiakadni. Itt az a kérdés, hogy mennyit sikerül, mert ugye lesz, az a kérdés csak, hogy mennyit sikerül kapnunk és szereznünk progresszív módon pályázva, hogy a város fejlődése ne akadjon meg. Lehet különben a sporti eseteknek is pályázniuk, és ahol kevesebb költségvetési pénzt kérnek tőlünk, ha ők tudnak pályázni, mint a színház is tud pályázni, és kapnak támogatást, akkor tőlünk kevesebbet kell adnunk, mert ketten nem fogjuk finanszírozni, Fekete Péter is, az a magyar költségvetés, meg a város is, az nem fog menni. Szóval erre azért jól tudják, hogy itt nem nyerészkedés időszaka van, hanem ha valaki finanszírozza azt, ami nekünk különben kiadásunk lenne, és elértjük, hogy támogassák, akkor azt tudomásul veszünk, de nem kapja meg két helyről. Kettős finanszírozás nincsen. Tehát a bértámogatást kap, akkor tőlünk nem tapadi támogatást, mert megkapta a kormánytól, és akkor kiadásunkat csökkentik. Na ez a nagy, ezért kell sok mindent figyelme venni, hogy hol mit tudunk kapni más forrásból, ott szűkítettük a kiadásainkat. Ezért be kell látni, de ennek nincs nagy jelentősége, pusztán csak annyi, hogy nem a sviákoskodás, majd nyerészkedés időszaka jött el, hanem a pontos, precíz elszámolásnak. Figyelni fogunk rá. Megterveztük, hogyan csináljuk. Igen. Azért itt az iparűzési adóbevételnél ugyancsak el kell mondanom, mint az előbb a idegenforgalmi adóbevételnél, hogy mintegy 200 millió forint összegben a kormánytól kiegészítő állami támogatást remélünk, illetve erre igazából már a jogszabály is megszületett, tehát ezt mi be is terveztük 250 millió forint összegben. Itt a kérdés csak az, hogy amikor az iparűzési adó számát föltöltik, azt megkapjuk időben, és ezért megkaptuk, és ezért köszönöm mindig a gazdasági társaságának, a cégeinknek a városba, nagyon becsösen fizettek. Volt, akik túltöltötték a számlájukat alkalmasan, de ez okozott gondot, mert utána arra úgy számoltuk, hogy ezt adóközben kiderült, hogy nem annyi, és akkor ez csak túlfizetés, és gyakorlatilag, hogy mondjam, nálunk lévő pénz, de nem elkölthető. Mert az idegen pénz, mert nem annyi az adója. Itt az a kérdés csak, hogy mikor érkezik meg majd az állami apanás, és hogy fönt tudjuk tartani, ez a mi trükkünk, fönt tudjuk tartani a likvid, azaz fizetőképességünket. Erre is van egy másik megoldásunk, vannak olyan alapjaink, amelyek akkumulált pénzek, azt időlegesen föloldjuk, tehát van technika hozzá, föloldjuk, hogy ki tudjuk fizetni a kiadásainkat, mert napokon belül megérkezik, és visszapótoljuk majd arra a zárolt számlára, a zárolt forrásra. Szabadjon megjegyeznem. Igen. Hogy ez az a bizonyos egyensúly alap, és akkor erre kapcsolódnék rá, ami tavaly 460 millió forint volt, ez erre az évre pedig 322 igen. millió forintot tettünk bele, pontosan az ilyen lépés. Tudnék, ezek a késedelmes kiutalások, amit mi nem kapunk meg, ezek egyensúlytalanságot képeznének hirtelen, vagy fizetés, nem is egyensúlytalanságot, inkább fizetés
morál betartását, viszont az is korrekt tőlünk, ha valakit megrendelünk, valamit időbe fizessünk, mert ott mögött emberek állnak, meg szállítók is. Nem gyűjtődhet be a tartozás, ezért van egy ilyen likvid alapunk. A likvid alap meg az egyensúly alap az két különböző dolog. A likvid alap az, amikor hozzányúlunk egy akkumulált pénzhez, amihez nem szabadna, vagy nem kellene, vagy nem volna fontos, mi azt sem mondanám, hogy nem szabad, mert minden szabad, hogyha fizetőképesek hát, feltartani. Egyensúly alap pedig arra van, hogyha valami végérvényesen elmarad, akkor van egy zárolt kassa, van egy boríték, amely ezt a bevételkiesést, vagy a kiadás növekedést. Ideiglenesen kivesszük. Hát annyi, hogy kivesszük, mert akkor felhasználjuk, csak akkor csökken a tartalékunk, ami a biztonságot adja. Ez olyan, mint amikor valaki borítékba adta a pénzt, és most ki kell venni, meg ki kell fizetni a gumikidurrat, és ki kell fizetnem. Tehát rendkívüli kiadás a kocsina. És közlekednem kell, munkám megkívánja, kiveszem különben a hűtőgépre szánt pénzt, és most elköltöm, de aztán igyekszem visszapótolni. Igen. Na, akkor további befolyásoló tényező volt, de ezt tényleg csak megemlítem, mert ezt bővenben elmondtad már a bevezetőben. A vírushelyzettel kapcsolatos kormányzat döntések ugye megszülettek, és ennek értelmében jó néhány bevételt termelő intézményünk, vagy bevételt iszedő intézményünk kénytelen volt bezárni, nyilvánvalóan ez bevételkieséssel jár. Sőt, egyeseknél még kiadások, plusz kiadások is jelentkeztek, mint például gyermekélelmezésnél az egyszer használatos edényeknek a beszerzése, tehát azért ami nem térül meg sehol sem. Egy van. Kitaláltuk egy trükkötve, és ebben a vendéglátásnak az érkezését lecsökkentett egy 5%-os áfára, úgyhogy az áfa megtakarítás gyakorlatilag vagyunk annyiban, hogy azt finanszírozta az egyszer használatos kiszerelésnek a költségeit, de hát ugye, hogyha nem kellene kiszerelni, akkor igen. Ez nem igazi pénz, maradjunk annyiban. Uh-huh. Aztán utána az első fordulót itt bőven megtárgyaltuk, aztán utána született viszonylag későn egyébként döntés a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének összegéről. Ezt elfelejtem én mondani, igen, ez fontos. És ezért a tervezett béreket és járulékokat felül kellett vizsgálni, praktikus, ez azt jelenti, hogy nyilván meg kellett emelnünk ezeket a kiadási előirányzatokat. Cégeinknél és intézménynél és a hivatalnál is, mint egy intézménynél, a munkabéreket a törvényben előírt emeléseket végrehajtottuk, és szakmai előrelépéseket is, amelyek nem sokak, de ugyanakkor azért el kell mondom azt, hogy az elmúlt évben is nem volt könnyű gazdálkodni, de ugyanakkor a béremeléseket, amelyeket az önkormányzat vállalt, az állami normatíván felül, mármint az állami finanszírozáson, ugye elismert bére, hogy mondják, ez állomány, nem tábla, hanem bértábla. Bértábla. Szóval a bértábla felett itt, és a jutalmat is kifizettük az elmúlt évben is. Ebben az évben pedig nagyon fontos, hogy mindenhol azt a kötelező béremelést, legyen az cég, intézmény, azt mind végrehajtottuk is. Az ágazati pótlékokat, meg sok egyéb mást, amit sikerültetek, mind kicsi pénzek az egyén szempontjából, de a szumma azok súlyos milliók az önkormányzat tekintetében. 10 milliós, igen. Akkor most a munkavállalónál ez pár ezer forintot jelent, bár vannak jelentős béremelkedések, és lesznek is még. Aminek mi örülünk. Igen. Oszkva három, azt hiszem talán pont ma 3 hete volt az előző döntéshozatal. Igen. Akkor tárgyaltuk második fordulóba, vagy hát beszélgettünk második fordulóba róla. Akkor még 86 millió 72 ezer forint működési hiánnyal készült el egyébként a költségvetési rendeletünk. Működési hiány továbbra sem tervezhető, kizárólag kormány hozzájárulásával, akkor külön kormányengedéllyel, a hitel már bocsánat, amiből egyébként tudtuk volna ezt fedezni, tehát hitelt, sem hiányt nem tudunk tervezni, és hitelt sem tudtunk tervezni a költségvetésbe, ezért a második fordulóhoz képest... Hiány úgy az elsőben, hogy hiányunk van, amihez hitelt kellett volna fölvenni, működés hitelt. Na most valaki ugye kajára vesző hitelt, megette fel az egészet. Úgyhogy azt kellett megnéznünk, hogy hol, honnan mit, tovább, igen, hogy tudom kijönni ebből jól. Aztán fontos még elmondani, hogy most erre a harmadik fordulóra már aláírásra kerültek azok a hatósági szerződések is, amelyek a közfoglalkoztatási programot érintik, és a bevételket és kiadásokat, mint egy 152 millió forintos összegben már ez a harmadik forduló tartalmazza. Kedves szarvasi foglalkoztatás tüneti kezelésére, azaz a közmunkára, 152 millió forintot hagyott jóvá a miniszter úr. Köszönjük a képviselőnek is. Ez azért jelent sokat, mert ugye
ez nekik nem, és csak átmeneti, azért mondtam, hogy el kell mindenkinek helyezkedni, szarvasonvállás, illetve, de amíg ez megtörténik, közmunkában dolgozik. Ez a közmunka viszont nem egy munkanélkül kifizetett dolog, amely lehetőséget ad, hogy a városüzemeltetés költségeibe vagy többet adjunk, vagy mérsékeljünk kiadásokat. Még egyszer mondom, mérsékeljünk kiadásokat, vagy többet csinálhassunk meg, mint amit a költségvetésből szánnánk. Zöld felületre, köztisztaságra, település tisztaságra sorolhatnám még, és még árut is termelünk. Na, akkor ezeket az előzőket elmondva került ide most ez a harmadik fordulós tervezet, mégpedig olyan módon, hogy és mondtam ugye az előbb, hogy volt 86 millió 72 ezer forint működési hiányunk, azt, hogy ezt ledolgozzuk, és az előbb említett szempontoknak megfelelően dolgozok le, tehát nem hitelből, meg vagyonértékesítésből, a következőt csináltuk, és ezt tetszenek majd itt a számok között megtalálni. A bevételi oldalon egy 50 millió forintos kiegészítő állami támogatás emelkedés történt, ez a várható iparüzési adó kiesés kompenzálásának az ellenértékét jelenti, ennyivel többre számolunk egyébként az előbb említett összegen kívül. Így van. A kiadások tekintetében pedig egy 36 millió forintos csökkentést kellett elérnünk. Némely szívfájdalommal, de muszáj volt megcsinálni. Ebben vannak ilyen darek működési hozzájárulás, önkormányzati KFT-től elvont 2020 évi támogatás, a maradványból történő kivezetésének érvényesítésével, és a zöldváros pályázathoz kapcsolódóan is egy 19 millió 343 ezer forintos önerőszeggel csökkentése került a nemzetközi tartalék. Van egyszer egy 36 millió csökkenésben, benne van a KFT-től elvont maradvány, igen, és azon kívül még egy 19 millió 343 ezer forintos önerő, amit nem kell állnunk ugye, az akkor, mikor nekünk szolgáltat a gazdasági társaságunk, akkor ha gyorsan fizetünk, gyorsan elszámolunk, erre kidolgoztuk az év elején a technikát, mondjuk január hónap, elszámolnak, minden teljesítményt leigazolják, harmadikán behozzák. Ötödikén. Harmadikán hozzáadhatnak, ötödikére behozzák, nyolcadikán pedig mi átadjuk a nyolcadikára a pénzt, és szállítókat és a dolgozókat nyolcadikán ki tudják fizetni. Tehát ebben a pontos elszámolás és a gyorsaság a tempó. Tehát, hogy ne kellene likvid tőkét kiadni 20-30-40 millió forintot, mert ezt nem tehetjük meg, mert akkor a mi likviditásunk kerül veszélybe, úgyhogy mindenki elszámol minden pénzzel, amit elvégzett. Tehát, hogyha január-februárban nincs színházi előadás, vagy nincs közművelési dolog, nem színházi közművelési, amit mi megrendelünk, a színház az piaci, akkor... Nincs plusz pénz. Akkor nincs csak plusz a bér meg a dolog. Az se. Az se csak akkor, hogyha nem kapja meg a kormánytól. Tudjuk, ha megkapja, azt kell vonni. De igen, itt és erre mondanám azt, hogy ez a következő, igen, hogy a második, ez nem volt még eddig, azért egy kicsit pirkaként néztelek, igen, mert hogy ez egy teljesen új, hát, amit mondtam, az új verzió elég, a dologban. Nem finanszírozunk, hogy a kormány van, meg mi is. Így van, tehát pontosan ezért született meg a rendelet második paragrafus hetedik bekezdése, ami szerint a 100%-osan önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságaink minden évközben képződő működési többletbevételt, például ilyenek a pályázati támogatás, vagy amit említettél, a minisztériumi egyéb működési támogatások, azt a működési a 2/A mellékletben nevesített működési támogatásba be kell számítani. Magyarul ez azt jelenti, hogy annyival kevesebbet fogunk az önkormányzatiból adni, mint amennyit egyébként pluszban beszerez egyéb így támogatási az formaként. Tudom, is lehetne elmondani, hogy kap bértámogatást a fürdőnk, aztán a konyhát nem tudom, miért nem igényli, de kevés létszáma van, mert sok alvállalkozóval dolgozik, de ott is élnie kéne, hogy igazgatónak ez most üzenet is, hogy aki nem szerez pénzt, az nem jó vezető. És kívülről, nem csak tőlünk is, nem csak a költségvetést fejve. Aztán a konyha is, akkor a Turifom Kft-nk is fog kívülről szerezni piaci bevételt, mert ugye nézzük meg azt, hogy ezek a cégek mit csinálnak. Ezek szolgáltatnak közfeladatot, kötelezőt és önként feladatot. Ezen kívül van piaci tevékenység. Tetszik érteni? Négy feladaton a konyhaiknak, bárhogy ragozzák, meg szeretik bővíteni. Valójában a köztisztaság, amely közhatalmi feladat, kötelező feladat, aztán az úthíd járda, az egy másik,
akkor a zöld lehet a harmadik, a negyedik pedig a belvíz. A belvíz, igen. A többi a Comip Kft-nél piaci bevétel. Ott úgy irányítják a céget, hogy stabil legyen. Ha több ember kell, többet vegyek, ha kevesebb, kevesebb, és szerezzék meg az átbevételüket. Tehát a kötelezőket is, nem az egész céget tartjuk bölcsődében, meg bölcsőben, meg pólyában, hanem csak a kötelező önkormányzati feladatokat. Igen, négy feladat. Hiába húznak föl 30-at, részletezhetik. Négy. Na, tehát ez egy ilyen novum ebben az új rendeletben, a működési támogatás. Ők áttértek erre a maszatolásra, és ezt is sikerült kiszűrni, pontosan a tárgyások kapcsán. Már tavaly évben kezdtük el, azért van a városigazgató is, mert van egy kontroll, aki az elszámlások intézés, a pergőbe elszámolásokat. Sokkal folyamatosabb lesz az ellenőrzés, és teljesen elkerülhető lesz a dupla finanszírozás. Csak egy trükköt elmondok, hogy ellátjuk pénzzel, akár még cégünket. Nyilvánvaló, hogy nem tehetjük fizetésképtelni. Tehát szükséges alkalmasint előfordul, hogy likvid tőkét kell biztosítani, az csak időszakosan kapja. Tudjuk, hogyha többet adunk neki, akkor elérjük azt, hogy ráérnek elszámolni. Szóval elnyúlnak az elszámolási folyamatok. Minden hónapban mindenkinek el kell számolni. Úgyhogy ennyi. Na, tehát akkor az előző gondolatok után, ezeknek a megvalósításával. Most gyorsabban van szükségünk információkra, hogy mi mennyibe került. Ugye nem mondhatja senki, hogy például nem lesz útkarbantartás, mert kevés van a költségvetében, lesz. Majd gondoskodunk, hogyha többet kérünk, de minden rendelkezésre, amit a testület bölcsességéből, akár mi, akár a testület maga rendel el, legyen az útépítés, járdépítés, felújítás, vagy fásítás, azt úgy rendeljük meg, hogy pénzt írhatunk hozzá. De az el kell számolni. Na szóval végül is a főösszegünk. Mennyi? 4.568.490.000 forint, aztán a sok vajódás, átgondolás, bepontosítás, garanciák beépítése után egy 4.568.490.000 forintos főösszeg. Ez a 4,5 milliárd bevétel és kiadás, kedves szarvasiak. Úgyhogy nincs pánikra ok, a város működni fog, a város fizetőképes lesz. 4,5 milliárd. Isten ne adja, hogy rosszabb legyen valaha is. Ezt mi szeretnénk terveim szerint ebben az évben ugyan 6-7-8 milliárdra föltornázni. Azzal, hogy szerzünk még forrásokat. Kívülről. Aztán, hogy fog sikerülni, ezt én nem ígérhetem meg, mert ez nem rajtam múlik. De megteszünk mindent, hogy úgy érdekében, hogy ez a 4,5 milliárd, ez több legyen majd. Az nekünk. Ígére. Persze. Mindig azért tudod, mindig, majdnem. Békeidőkben, abban a sok évben, amit meg sem merek említeni, azért mindig legalább 150%-ról számolhattunk be a végén. Igen. Az nagyon komoly pénzek voltak. Én sem merek most sokkal többet beszélni, és az meg lesz, akkor az jó már. Már ez is jó lesz. Na, akkor a bevételek alakulásáról néhány gondolatot. Ugye a működési támogatási előirányzat 1.199.891.000 forint, ezek tipikusan az állami támogatások. Az indoklás mellékleteként egyébként mindenki el is olvashatja, hogy milyen állami támogatásokat kapunk, részletesen be is számolunk róla, hogy mire számítunk ebben az évben. Megszűnt a beszámítás nevű állami támogatás elvonás, helyette ezt most lánykori nevén úgy hívják, hogy szolidaritási hozzájárulás, ezen az alapon 122.712.000 forint összegben a kiadási oldalon tetszenek találkozni ezzel a szolidaritási hozzájárulással. Most bevételekről beszélünk, itt csak meg kell említeni, hogy emiatt ennyivel kevesebb állami támogatást kapunk a szolidaritási hozzájárulás számítása miatt. Egyéb működési célú támogatás. Az előképességi egyesülésre, egy maszatolás, ami nem egy jó dolog. Nem örülünk neki, de ez van. Neki. Működési célú támogatások bevételének előrejelzett a 229.482.000 forint. Ebben ilyenek tartoznak, mint az előbb már megemlített 152 millió forintos közfoglalkoztatási program, gyerekház támogatás, mezői szolgáltatáshoz kapunk némi apró pénzt havonta. Ide soroljuk, és itt tartjuk nyilván a gyomedrődi hulladéklerakó bérleti díját,
TOP CLLD pályázatot, a humánszolgáltatások fejlesztéséhez, ez az EFOF pályázat, amiket nagyon nem szeretünk, mert ez rengeteg munka van, és valójában haszonkevés. De minden esetre most már csináljuk őket. Van klímastratégia kidolgozása, KEHO pályázat, azt is ide kellett tenni, és a Agora pályázatok támogatását. Ez új, ezzel Eszter szokott itt bennünket vigasztalni különböző. Még mondani, hogy ragadjam meg a szót megint. Szóval, ugye mondtam azt a 750 adóolajnak a mentesítését. Szóval nem az a célunk, hogy az adó, ha megemelkedik az egyfőre eső ipari és adó bevételünk egy határ fölé, akkor nekünk nem be kell fizetnünk, csak csökkentik az állami apanást a kötelező feladatoknál. Tetszenként, tehát gyakorlatilag visszaveszünk. Ez a kiegyenlítő mechanizmus. Tehát mi azt a taktikát választottuk, és szerintem helyesen, hogy segítjük a kis vállalkozásainkat, és ez nekünk nem volt trauma, hogy ők feladót fizetnek, meg mentesíteni kell miértől, attól, amattól, mert a 750 kisvállalkozásnak meg a túl lehetőséget, hogy erősödjön. Ugyanis nem járna, tudjuk, ha szűk agyon gondolkodik az ember, akkor minden adót befele is, minél több is hozzánk. Tudjuk, van egy huncut húzás, ez az adóerő képesség kimutatása, és akkor nem az adónkat veszi, az nálunk marad, hanem az állami támogatást csökkenti. Azért, hogy például, ha a szomszéd településeket veszem alapul, van, akinek nincs ipari és adóbevétel olyan mértékű, és neki is kell fejlődniük, meg kötelező feladat ellátni. Ők többet kapnak normatívát alkalmasint a kötelező feladatokhoz finanszírozást. Én úgy gondolom, milyen az egy normális taktika. Nyilván, hogy nem érdekelne, hogyha olyan volumenű lenne az adóbevételünk, hogy mi abból vígan megjelenik, és azt mondják az államnak, hogy nem kell a kötelező sem pénz, mert vidd el, mert még így is jobban járnánk, de nem állunk ott, hogy annyi adóbevételünk legyen, hogy mi azt mondjuk az államnak, köszönjük szépen, nem kérjük az apanást, mert különben is elviszed. Tehát én szerintem ez korszerűbb és, hogy mondjam, vállalkozás szimpatikusabb. Nem beszéltük még ki sose, csak azért emeltem most ki, hogy lássa mindenki, hogy ehhez is megfontoltság kell, mert ha valaki csak egy szegletet néz az információnak, akkor tévedésbe esik, mert minden összefügg. Szóval ipari és adót kiterjeszthetjük, meg mit tudom én, hajthatjuk, és közben tönkre mennek a cégeink. Ha meg csak maradunk a szintén, és minél többet igyekszünk mentesíteni, a kicsiknél azok megerősítettek, és majd erősek lesznek. Fizetnek. Mert kitolom magunkkal az, hogy kevesebb állami pénzt kapunk, na csak az jön az államtól a pénz. Igen, ez is egy ilyen alapelvi szintű kívülről, dolog nálunk. Kívülről. Igen, kívülről. Nem, próbáltam, nem tudom, érthető volt a dolog, de szóval ezt nem ma hoztuk ezt a dolgot, csak nem magyaráztuk talán újra, hogy mi ez a pontos szándékunk. Akkor nem a helyi cégeket soványítani a fejéssel, hanem az államkasszát. A gazdag települések, amit befizetnek, meg csak jön, csak az most vissza. A költségvetési kötelező feladatok állami normatívának mondják ezt. Tudik, hogyha sokat adunk, akkor jól megélünk majd, csak az a baj, hogy nem itt állunk, hogy abból tudnánk megélni, és akkor azt mondjuk, hogy nem probléma, hogy az állam nem fizeti a kötelező feladatokat. Elrendelte, de azt mondja, szedd be az adódat. Jobb ez, amit mi csinálunk. Akkor közhatalmi bevételeket terveztünk 405 millió 150 ezer forint összegben, itt az előbb már beszéltünk ugye a adóbevételeinkről. Mi ez a közhatalom, ez a ez a lényeg, ez az adó és illetékbevételeket valós jelenti. Ugye építményadóból 130 milliót, iparűzéséből az előbb már körül jártok rendesen 270 millió forintot, 2 millióért talajterhelési díjat és egyéb közhatalmi bevételeket, amik az illetékekből származóak, azok 3 millió 150 ezer forintban lettek tervezve. Hát ez az előirányzata az előző évhez képest 404 millió forinttal csökkent, de ezt már itt az előbb bőven kifejtettük, hogy miért kellett ennek így történnie. Nyilván ezek a vállalkozásokat a magyar gazdasági életet megsegítő kormányrendeletekből származó. Igen, erre szeretném is felni a figyelmet, hogy minden lehetőséget használják ki, ne csak a saját intézményünk is. Ez most megint ugye mindenki a saját területén beszél, nekünk az is fontos, hogy a cégeink versenyképesek legyenek, az pedig az van, ahol a gond van, és állami támogatásnak, akkor se a könyvelő, sem a cégvezető, sem az intéző legyen rest,
hogy ezeket a pénzeket ő is szerezze meg. Akkor terveztünk. Különösen a vendéglátás, a szállásadók, az igen forgalmazók, és akkor valamilyen gond van, azt pedig szerezzem meg ezt a támogatását, úgyhogy tudják, hogy hol jelent meg, és közhírát, csak vannak azt, hogy ám, bonyolult, meg munka van vele, és akkor talán nem. A pénzzel nem lehet megkímélni a munkát, megszerzéséhez is idő kell, izzadságos munka, vagy éppen papírmunka, vagy talpresettség, de munkával jár. Tessenek megszerezni minden olyan támogatás lehetőséget, amik azok járnak jól, akik megszerzik, és hogyha nem csinálunk semmi hasznot belőle, és akkor szegényebbek maradunk. Tehát ami jár, azt meg kell kapni. Igen. És kiigényeljék önök is. Akkor van ilyen előirányzatunk, hogy működési bevételek, ebből 402 millió forintot terveztünk. Ebből ugye az intézményi bevétel csak 11.375.000 forint, már körüljártuk, hogy sajnos az láthatóan az idén a Covid miatt nagyon len lesz. És még ugye nem tudom pontosan annak a hatását sem, megint egy bizonytalanság pont, hogy a bölcsődében a több gyerekes családok ingyen fogják kapni az étkezést, és nekünk költségvetésből finanszírozni kell. Nem tudom, lesz-e gyorsan elentitezés, ha nem lesz, akkor nekünk kell finanszírozni, a törvény az akkor szolgáltást előírja majd, de ugyanakkor nem tudom még, hogy mi lesz a forrása. A likvid. Nem megyünk neki a körösnek ettől az összegtől, csak szeretném mondani, is egy bizonytalanság. Hát bizony. Igen, de ilyen sok ilyen apró dolog van még, ami ott prompt azonnali átgondolást és intézkedést igényel akkor, amikor beüt a mennykő, és hát ugye ezzel, valljuk be őszintén, ketten maradunk, hárman. Na, 108.242.000 forint az önkormányzatunk. Meg a bőrképviselő 11 fő. Persze, látom, utána, amikor, ha van idő ezt leményeztetni, mert van olyan, amikor azonnal meg kell hozni ezt a felelős döntést. 108.242.000 forint a tulajdonosi bevételünk, és van egy úgynevezett intézményi működési bevétel, 108.242.000 forint a tulajdonosi bevételünk, ez a különböző bérleti díjakból származó. Ha most a piaci vagyon, amit bérbe tud adni, akkor ezek növekszenek. Ezek azok földet, bizony. Területet, ingatlant bérbe adunk, amit nem használunk, azt igyekszünk mindent bérbe adni. Ebből jelentős összeg keletkezik, hisz azért gyakorlatilag nem dolgozunk, csak van a városnak közvagyona, és ennyi bevétele van belőle. Van. Felhalmozási bevételeket nem terveztünk, ez az ugye a vagyonértékesítés gyakorlatilag teljes egészében kizártuk a bevételek közül. Szóval azt is meg kell jelzni, hogy nem csak nem eladunk, nem adunk el, hosszú évek óta gyarapítjuk a vagyont, hanem most nem is tudunk vásárolni, nem tervezzük. Mert ugyanis a következő, szóval mindig van ebben egy filozófia. Ha azt segítem elő, hogy legyen lakásmobilizációk, előfordul, hogy vásároltunk 10 lakást, pont elegen támadtak, pedig olcsón tudtunk venni lakásokat, így igaz? Így van. És azt mondtuk, hogy haverok, azt mondták, hogy haveroktól vásároltunk. Viszont van egy másik, amikor a piac feszült és a piac fölvert az árakat, akkor mi nem szállhatunk be egy biztos vevőként az árfelhajtó tényezővel, azaz mint vásárlók. Úgyhogy most nem csak a forrás miatt sem, hanem a helyi gazdaságpolitika miatt sem, nem tudunk vásárolni, csak várospolitikai nagyon kiélezett helyzetben, és hogy mondjam, nagyon jó vételt tudunk eszközölni, mert forrásunk is kevesebb, most nem a felhalmozás időszaka, mert nekünk van felhalmozott vagyonunk. Azért sokan bíráltak, hogy mondjuk miért vettük meg ezt a telket, azt a házat, meg azt a, nem tudom, hát mindenki értelme volt, és csak voltunk vásárolni, hogyha stratégiai célként fontos, vagy annyira kiváló, és tudjuk használni ezt az ingatlan. De el kell mondanom, hogy most a ingyenes ingatlan szerzésre tértünk át a magyar államtól, úgyhogy az elmúlt év végén 3 ingatlant kaptunk ingyenesen vissza. Van vagyonvesztésünk is alkalmas, mint idéző vagyonvesztés, amikor valamit úgymond államosítanak. Hát egy nem jött létre, mert a törvény is érdekes, de a szándék is érdekes volt. Az elmúlt év végén sztornoztuk azokat a dolgokat, amelyek kötelezett minket a törvény, hogy a szlovák országos önkormánynak átadjuk az iskolai épületét. Semmit nem jelentett volna, hogy mi könyveinkben van vagy ott, mert a vagyon nem tűnik el is lesz gazdája, de az nem mindegy, a közösség tulajdon, vagy másé. Itt olyat kértek, amire nekünk nincs kötelező feladatunk, például az iskolára, nem a város feladata, nem is a város finanszírozza a között. Óvoda viszont a miénk. És ugye azt mondtuk, amíg feláll, akkor adjuk az óvodát, semmi gond nincs tulajdonban, de széljegyzetben oda, amint megszüntették, vagy nem csinálják, akkor vissza a városnak. Tudnék, nekünk az óvod az kötelező feladatunk. Hát csak ezt ugye nem nagyon szerették. Hát nem szeretik, mert ez neki is bizonytalanságot jelent. Ez nem vagyongyarapodást jelentett a tótjainak, hanem szóval kalmárkodni itt most nincsen helye.
Jó? Kötelező feladat az óvoda, és ha ők nem akarják üzemeltetni nekünk, akkor is üzemeltetnünk kell, akkor vissza a vagyon is. Ez egyháznál is így van, amely nem az ő tulajdona. Tehát nekünk az egyháznál is vannak vagyontárgyak, gimnázium. Addig az övé, amíg működteti benne a gimnáziumot. Addig az óvoda a vásárt, vagy a zöldpázsiti, amíg működteti benne. Ha nem működtette, visszavettük a dózsát is, mert nekünk úgy néz ki, hogy szükségünk is lesz rá. Szóval két dolgot, három dolgot mondtam, hogy nem kívánjuk az árakat fölvenni az ingatlanpiacon. Kettő, most nincsenek olyan tartalékaink, amelyet vásárolni szeretnénk, úgyhogy kérem, ezt azért mondtam, hogy kérünk elnézést, aki azt kapja, hogy sajnos nem tudjuk megvenni az ingatlanát, mert most nem annak ideje jött, hogy nekünk meg kell tartanunk a tőketartalékunkat, a egyensúly alapunkat, és nem költekezhetjük ki magunkat ingatlan vásárlásra, különösen akkor, hogyha nincs kifejt célunk. Most olyan lakástámogatási rendszer van, hogy most a lakást nem biztos, hogy vásárolunk el, sőt, ki kell jelentem, hogy most nem kívánunk lakást vásárolni. És kérem, bocsássanak meg értem, mert olyan lakossági támogatás van a kormány és családtámogatás, amelyet képtelenség volt itt valaki, és azt mondta, hogy minap azt javasolták, nem tudom, hogy gondolta, hogy, és ezt szeretném a nyilvánosságot is lereagálni, mert jó hangzik. Kamatmentes kölcsönt biztosítsunk lakásépítéshez, az önkormányzat. Kedves szarvasiak, ezek nagyon szép elképzelések, csak épp a törvény tiltja. Banki tevékenységet nem folytathatunk, úgyhogy ezt nem tehetjük meg. Az államháztartási törvény és az alkotmány tiltja, úgyhogy ezt nem tehetjük meg. Ez a tiltott hitelezés lenne, úgyhogy kedves képviselők, akik arra gondolkodnak, hogy eljött a Kánaán, és most a lakásépítésre mi hiteleket folyosítsunk kamatmentesen, na hát ennek nem most van itt az eljött. Kiváló lehetőség vannak a magyar állam részéről, azzal kell élnünk. Ezt nem így flagmaságnak, csak törvénysértést nem csináltunk. És van, aki úgy látszik nem ismeri a törvényeket, képviselőjavaslat volt, akkor azt nem tehetjük meg. És különben sem érdeke a városnak, hogy mellőzzékesek, hogyha netáltál még meg is engedni. Hát gondolják el, van jelentős állami és pénzintézetben fellehető nószhadós felújítás, lakásépítés, bővítési lehetőség, különösen a családosoknak, meg a kezdőknek. Akkor most hogy ne konkuráljunk mi a kormánnyal, hogy mi helyben kamatmentesre is adjuk. Tessék mondani, miből. És ott ugye nagyon, ami kilövi, a törvény, hogy nem pénzintézet vagyunk. Ezt is kell beszélnünk azért, mert mondom, jól hangzik, ha valaki bedobja, de sokszor vannak ilyen vélekedések, amikor egy problémára vagy egy témára megoldást találnak, csak annak van egy törvénységi feltétele is, amit nagyon figyelembe kell venni. Tudik, olyan döntés, ha meg is hozza itt valaki, vagy javasolja, sajnos le kell írnom, hogy ez a lázálom. Sőt, kőkeményen törvénysértés, azt még senki sem akarja törni. Na bizony. Akkor van itt egy ilyen jó kis bevételi előirányzat, úgy hívják, hogy felhalmozási célú átvesz pénzeszközök. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindazt, amit korábban biztosítottunk civil szervezetek vagy gazdasági társaságaink számára, pályázataikhoz önerőként például, ezek voltak a felhalmozási célra átadott pénzeszközök, ezeket visszaszerezzük, vissza kell, hogy fizessék. Ilyen például ebben az évben a Kóborkutya Egyesülettől egy 4 millió 700 ezer forintos összeg, Jégkorong Egyesületünk 5 millió 48 ezer forintot kell, hogy visszaadjon, és a Komét energetikai pályázatához is adtunk 23 millió 920 ezer forint összeget. Nem tiltott igen. Célra, nem tiltott célra. Módon, és nem hitel, hanem... Ezek önkormányzati vagyont növelőben. Igen, önkormányzati vagyont növelő, kihelyezett forrásokról van szó, amit vissza kell fizetni. Van. És vannak ilyen likvid tők is, amelyeket most hiába van augusztusra a határidő, egy szerződésből a Covid beruházását segítsük elő, mert gyarapította a közvagyont, hisz 100%-os tulajdonú cég, tehát nem tiltott hitelezés. De hogyha el tud számolni decemberben, akkor kofizd vissza a pénz a 20 millió forint a városkasszájába. Tudik, akkor megint nem akarom elszámolni, mert pancsolni fogom. Sok pénzem van, és akkor úgy gondolja, hogy nem kell elszámolni a költségvetésből, a közfeladatok finanszírozásával ráír majd vele. Az elmúlt évben előfordult ilyen. Aztán van itt egy ilyen nagyon izgalmas, ezt úgy hívják, hogy pénzforgalom nélküli bevétel, 2 milliárd 14 millió forintnyi összeg, ez leginkább a pénzmaradvány.
elszámolását jelenti. Na most akkor jönnek a szakemberek, akik elmondják, hogy mi ez, mert tőlem ezt ne is várjátok. Ott van leírva, olvastam. Na, de ide ennyi van leírva. Annyi. Hát tudom, az indoklásban, de ez egy mara nagy táblázat. Bocsássatok, meg itt van. Hagy tanulja meg a jogász szakma, mert a pénzért is. Jó van, kedves mennyi, tehát itt ilyenek vannak. Ó, de 3,5 oldal, Romila, ez nagyon hosszú. 1.909.000 ez a pénzmaradvány, hát el nem gondoljátok, hogy elolvasom én ezt itt ilyen 10.000 forintos tételekben. Jó, hát mindenki láthatja majd. Közfoglalkoztatás van benne 17 millióért, például 35 millióért, tavalyi állami előleget 21 millióért. Egészségemre is így igaz, geotermikus rendszerfejlesztése pályázat. Tehát egy csomó megvalósított feladatnak a oda-vissza elszámolását tartalmaz, Aramika, segíts egy fél mondattal, légy kedves te is, hogy lássák a nézők, hogy te is itt vagy. Itt van ez? 21 évi része a pályázatoknak. Jó. Na, az van itt a bevételi oldalon, szerintem most már mielőtt még lebukok, mondja, hogy... Mondja, hogy oldalon található, akit érdekel, csak azért most pontosan az 5... Túl sokat beszél. Negyediktől a hetedik oldalig lehet látni a szöveges indoklásába az új rendeletnek. Ha így ezt a nagy bevételi oldalt megnézzük, akkor most a kiadásokról néhány gondolatot. Itt a működési kiadások előirányzata összességében egy 2 milliárd 800 millió forintos összeg. Durván 2 milliárd 800 millió, és ebből ugye a legnagyobb falat a személyi juttatások, mert ott egy 938 millió forintos összeget terveztünk erre az évre. De itt minden tevékenységnél a bér az jelentős. Igen, minden. A bér és a járulékai, ez hatalmas összeg. Nyilvánvalóan jó dolog, hogy emelkedtek a munkabérek, a minimálbér is, meg sok egyéb más, de megvannak a munkáltatói terhei, és épp ezért kell igénybe venni minden támogatást, ami a munkáltatói terheket csökkenti. Nekünk erre nem nagyon lehetőség, de az intézményeknek, a cégeinknek van lehetőségük. Jó dolog, hogy a bérek növekednek, ezáltal a járvék is összege is növekszik, csak kifizetni nehéz, bevétel kell hozzá. Igen, aztán, de ugye ez is jó dolog, hogyha ha növekszenek a bérek. Aztán ehhez kapcsolódik, hogy még egy 141 millió 421 ezer forintos munkaadói járulék és szociális hozzájárulás összeg. Ez az adóját mondtam. Ennek, igen. Tehát több a munkabér. Akkor többet, nekünk is többe kerül, igen, nyilván. Mind a mellett, hogy csökkentik a járulékot. Persze. Attól fél, hatalmas összeg. Aztán vannak dologi kiadásaink, az is 806 millió 435 ezer forint. Hát ezekkel majd módján kell bánni, mert ugye nem hiszem, hogy most fogunk lecserélni saját pénzünkből számítógépeket. Persze. Meg mit tudom én, luxus dolgokat, ami nem csak innen tűnik a költségvetés oldalról luxusnak, mert szükséges. Meg kell egyébként, csak lehet, hogy kibírja még jövő évig. Programokért fizetni. Épp a múltba akadtam ki a könyvtáromnak a múzeumon, hogy milyen sokba kerül, igen. Hát azért nagyon gondosan, azért egyébként már évek óta erősen ránézünk ezekre a kiadásokra. Igen. Úgyhogy személyesen meg külön átvizsgálom a pénzellátási igényeket az intézményeknél, mert ugye önállóan gazdálkodnak a költségvetés keretei között, viszont havonta többször kérnek pénzellátást. Négyszer, mert ugye van a munkabér kifizetés az egy, és vannak különböző szolgáltatások, amik igénybe kell venniük, azokat mind pénzellátással küldjük ki a költségvetésből. A kiskincstári módszere is hóvégén, amit pénzmaradványunk van, az vissza a költségvetésbe. Sok, pontosan tudjuk minden hónapban, azért mondom, mert sokan nem tudják, még lehet, hogy képviselők sem látták, hogy minden hónap pontosan tudjuk, hogy mi hány százalékon teljesedett a költségvetését, milyen volumenben is. És látom a trendet, hogy emelkedik vagy sem. Úgyhogy volt a múlt évben is, mikor figyelmeztettük mondjuk a múzeumot, hogy no, elszaladt a költségvetésed, de akkor nem marad másra. Mondjuk, és energiára oda kellett figyelni, mondjuk a családsegítőnél, mert a klímával fűtöttek a lányok, úgyhogy vannak itt dolgok, mert nem jelentelünk meg olyan dolgokat, amit a biztos dolgok itt tudunk fizetni, mondjuk sőtörés, meg lakásoknál is. Tehát. Akkor ellátottak pénzbeli juttatásának, ez a szociális költségvetésünk, ez 32 millió 404 ezer forint, ez gyakorlatilag nem lett csökkentve a tavalyihoz képest sem. Semmit nem csökkentettünk. Itt is azért nagyon erősen érvényesülnek a, csak az a baj, hogy figyelmesség és a takarékosság szempontjai, mert azért hát látom én azokat az írásokat, amiket ejtesz ott a határozatokon, igen, hogy mit kell még megnézni, nem csak papírból döntünk, hanem azért más. Igen, ugye van, aki úgy gondolja, hogy van rokkantsági ellátása, nem rokkant nyugdíja,
Az annyit jelent, hogy kisebb a munkaképesség, de munkát vállalhat. És ráadásul, ha valaki nyugdíjasként dolgozik, vagy valamilyen ellátást kap, akár özvegynyugdíjat, mert dolgozhat. Dolgozhat, és ezeket még kedvezményesen a munkáltató szempontjából is, meg nyugdíjasoknál is, például eltörölték, hogy az SZIA-n kívül más járulékot fizessenek. Eddig a nyugdíjas is fizetett. És múlt évtől kezdve nem kell fizetni. A munkáltatónak is jó, és a munkavállalónak is. Több pénz marad a zsebében. Csak az SZIA-t kell befizetni, amely mindenkire kötelező. És annak a mértéke is csökkent. Menjünk tovább. Egyéb működési kiadások előirányzata, ez egy jelentős. A szociális még egy picit hadd fejezem be, szóval ad néha nagyon tud bosszantani, és a reális gondolkozást látom hiányolni, és ez a család segítőnek van dolga, meg a kollégáimnak is, hogy szóval valaki otthon van, már a gyerek óvodáskorú, és mégis otthon van gyesen, gyeden, meg nem tudom micsodán, és alacsony a jövedelme. Hát, hogyha óvodába viszi bölcsödébe a gyereket, akkor vállaljon már munkát. Hát aztán van olyan, hogy nagymama munkanélküli, és mondjuk 70 hónapja keresi, nem butaságot mondtam, 50 hónapja keresi a munkahelyét, és megélnek a gyerekek ellátásaiból. Szóval de rá szoktam írni, hogy akkor családsegítő is legközelebb akkor jöjjön, hogyha a munkát is vállalt. Mama is iskolába járnak a gyereke, és otthon van. És úgy gondolja, hogy munkát keres, és alkalmi munkából hosszan próbál kiregisztrálni. Szóval ezek nem jó dolgok, mert ne a társadalomban is, szóval ne legyünk szegények, hogyha meg kell dolgoznunk a megélhetésünkért, mert kapják az ellátást, a gyerekek elől elvenni, és azért alacsony jövedelmi, és ezért szóval hatalmas ezeket nem tudunk adni. Itt a munkavállás az egy feltétel. Szóval aki nem regisztrálja magát, vagy hosszú időn keresztül, akkor valószínűleg benne van a hiba. Én tudom azt, hogy van akinek, ha az egészségkárosodása megtörtént, az annyit jelent, hogy kevesebbet bír időben, vagy nem tud emelni, akkor valami olyan munkát kell keresni, ahol az egészségesen károsodik, és de pénzt akkor jövedelmi is lesz. Igen. Szóval ne várjuk el azt, hogy eltartottak legyünk a társadalom részéről. És a másik nagyon fontos, hogy aki nem dolgozik és nincs bejelentve, kérem, a idősebb kora is meg van bélyegezve, alacsony lesz a nyugdíja. Ez így van. Szóval aki nem fizetett be, az nem várhat magas nyugdíjat. Én most azt látom, hogy nem túlzó a nyugdíjasok ellátása a nyugdíja, de aki ledolgozta az éveit, 100.000 forint fölött van bőven a nyugdíja. Még ha nem is volt hatalmas a jövedelme. Szóval ezeket meg kell érteni, hogy nekünk kell tenni azért, hogy jobban éljünk, és ha munkaképesek vagyunk, még ha kicsit nehezebb is, amit elbírunk, azért dolgozzunk. Magunk is termelhetünk, meg sok egyéb más őstermelői, meg mindenféle egyéb más vállalkozás van, meg adót sem kérünk mi sem a egészen kicsi vállalkozásoktól, meg önfenntartók, önfoglalkoztatók, de jó dolog, mert járulékot fizetnek be, és gyűlik a nyugdíjas évük. Nyugdíjhoz az, hogy mondják, ez a munkával töltött foglalkoztatási éveik gyűlnek, igen. És akkor időben lesz nyugdíjas, és megkapja a nyugdíjat is, és ugyanakkor dolgozhat is mellé, ha bírja, persze. Persze. És lesz nyugdíja, de van, aki be sincs jelentve, van, aki zsebbe kapja még a pénzt, és van, aki különben meg úgy válogat a munkahelyek közül, hogy semmi se felel meg. Mondtam, hölgyem, akkor önnél van a probléma, hogyha kiközvetítésnél sehol sem vállalta, mert neki ez a vélemény, az a vélemény, szóval ezek nem jók. Nehezen szóval, tolerálható. Szóval nem kifogásokat kell keresni, hanem a megélhetésben is, hanem lehetőséget kell kihasználni. Lehetőség van, rengeteg az álláshirdetés, és némi kompromisszummal akár két ember is elláthat egy munkát, és a munkáltatók nem veszik rossz téven. Na, akkor van egy munkaerő hiány van, maradjunk annyiba. Fejlesztési tartalékunk 490. Nem tökéletes az a munka, előfordulhat, hogy nem a persze, hát képzettség. Nem mindig azt csináljuk, amit annyira szeretnénk. Igen. Meg kell csinálni azt is, na, amit nem kedvelünk annyira. Tennyi. Azért már csak ilyen. 494.566.000 forint a fejlesztési tartalékunk. Ennek ugye a tavalyi 494.566.000 a fejlesztési tartalék. Tavalyi maradványból, illetve a pályázati visszatérülések összegéből tevődik ez össze.
Aztán van egy kis működési tartalékunk. Az ő hitel majd vissza kell fizetni, de elhalasztjuk ezt a visszafizetést úgy, ahogy a törlesztés marad. Nem mondjuk vissza, és nem adjuk vissza a banknak a pénzt, mert jó egy fejlesztési tartalék, hisz, hogyha sokan akarnak utat építeni, akkor miért ne? Akkor valamihez hozzá tudunk nyúlni. És ha jön az új pályázat, akkor azt a hézagot, a megállítélt támogatás és a piaci ár közti differenciát finanszírozni kell azzal, hogy aláírásom a szerződést, ha nincs fedezet, akkor nem iratnám alá. Persze. És akkor nem indulna a beruházás, és nem tudnék adni munkát a építőiparnak, meg vállalkozóknak. Egy kicsi működési tartalékot is terveztünk, 19.760.000 forinttal. Hát ennyire futotta. Beruházások előirányzata 403.103.000 forint. Csak azért érdekes a 19 millió, hogy kedves intézmények és gazdasági társaságaink, nincs. Szóval ne számítsanak arra, hogy itt többet finanszírozást fogok tudni biztosítani, mert nincs a lehetőség, úgyhogy az igényeket a realitásra kell visszatolni, és ami lehet halasztani. Nem tudom, mit informatikában szoktak ilyen igények lenni, vagy bútorokba, vagy ilyesmibe. Akkor ezt most, nem most van, de majd megnézzük. Majd jövőre megnézzük, mi lesz. Addig mindenhol csavarozzuk meg a széket, meg ennyi. Várjuk oldalba a számítógépet, mert észre szokott azt érni, én tudom. Odáig nem, odáig nem jutunk el azért. Ó, de hogy nem. Nincs azzal semmi. Működik az. Maga ért hozzá, én nem. Hát én se, de... Vagy nem, de akkor meg jó, amikor aztán megcsinálja. Szóval nem csöves számítógép, hogy ráütjük az ökkal, és akkor működni fog. Anódok, katódok, sercegnek. Mint a régi néprádió, puszta, ezek nem azon a szinten vannak, és nem munkácsi televízió sem. Nekem még van olyan számítógépem otthon, amilyen az a asztali számítógép, és van, amikor én ott... Igen. De egyébként, hogy jó, hogy nyilván már most ezeknek a kis kütyüknek a korában ez anakronisztikus, de én szeretem az ilyen régi nem típusokat. Nem tanultam vissza, hogy hazavigye a laptopját. Nem. Hogy azzal dolgozom. Hát van otthon is. Felújítások 771.925.000 forint, ez az előirányzat. Tehát itt tehát az összességében... Semmi, tehát fogunk költeni a felújításokra, az közben vádók, csatorna, víz, és ez a ez közel 1 milliárd 200 millió forint egyébként. Beruházások és felújítások előirányzatai. A kettő keveredik, ugye, de gyakorlatilag mind a kettő beruházások. Mind a kettő egyik azt jelenti, hogy nem engedjük lerobbanni, a másik pedig, hogy új vagyontárgyat csináltuk, amit majd fel kell majd tartani, meg fel kell újítani alkalmasint 10-20 év múlva, vagy 5 év múlva. Aztán van itt egy ilyen kis egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata. Ez 25.952, ennyit tervezünk kiadni. Ebből ugye egyszer van egy 3.700.000 forintos összeg, amit a szarvasi szlovák önkormányzat pályázatához biztosítottunk önerőként a székház felújításához. Majd visszakérem tőlük, hogy kérjék meg az igen, államtól. Igen, az államtól. A Szent Klára plébánia tető cseréjére 1 millió forintos támogatás van, és Termál 2 top pályázati támogatás visszafizetése 21.260.000 forint összegben. Igen. És még ott van, jönnek majd a romák, amik most hát igen, most jön egy 13 millió van. Megajánlott támogatás és a piaci árköz differenciával viszont szeretném elkezdeni. De azt és ugye az van, hogy elindítjuk a beruházást, és utána igényelheti vissza. Addig nem igényeltük a plusz pénzt, amíg nem szerződtünk le. Igen, csak akkor. Aztán... Be kell betonozunk magunkat, hogy adjuk a többletpénzt, és akkor a többletpénzre benyújthatjuk az igényt, majd ezt egyszer eldöntik fél év múlva, hogy megkapjuk, de addig nekünk, hogy menjen a dolog. A szlovákoknál ugyanezt tettük, de nem adtuk nekik oda a hitbizományba, kérem vissza. Felhalmozási hiteltörlesztést terveztünk 44.902.000 forintba. Törlesztése. Annak igen, és van egy hát ezt valaki mondja meg mi, Ramola, te megmondod. Társon belüli megelőlegezésként 35.504.000 forint, az a 2021 évi állami támogatás előlege. Ezt így kell. Jó, akkor ez, visz, ez nyilván olyan költségvetés szerkesztési elv, amelyet kivételesen nem ismerek. Ja, igen. Jó. Januári fizetés. Akkor ez így volt részletesen. Ezt tetszenek látni, akkor mondanám, hogy hol. www.szarvas.hu weboldalon hírek, helyi hírek menüpontban. Ott van egy ilyen, hogy költségvetésről szóló önkormányzati rendelet, és ott tetszenek tudni hozzászólni vagy alatta, vagy pedig fogják magukat, és a hivatalkukat szarvas EU címre írnak. Mind a kettőt szívesen vesszük, és most a ünnep, vagy az a hétvége is lehetőséget nyit, mint mondtam, ma van csütörtök, de péntek, szombat, vasárnap, hétfőkeddig, igen. És akkor, de ha valaki talált benne 1 milliárd pluszt, akkor még 10-én szóljunk. Megteheti, igen.
Várjuk. Hát lottózni fogok is, hát ha van. Hát a polgármester. Ez olyan, hogy vagy hallgasson örökre, hogy van az amerikai filmek, vagy most mondja, vagy hallgasson örökre. A képviselők a szokott úton tudják megtalálni az előteresztést, tehát a harmadik fordulót kérem, ők se kimik magukat, ők szavaztanak is, tegyenek javaslatot nekem arra, hogy rendeletet megalkossam meg vagy sem. Nyilvánvaló a felelősség és a aktus az a személyes kötelezettségem, és szeretném, hogy 15-ére, azaz inkább 11-én meghozhatnám a rendeletet. 12-én kihirdetjük, hatályba lép. És akkor azért nem marad el a jövő héten, hogy igen, a testület tervezett ülés a 18-án, lenne van pár előterjesztésünk, amelyet szintén vitára bocsájtok, nem generálisak, mert a kölcsönet is lehet, hogy 11-én egy csomót veszünk, aztán lehet, hogy akkor kitoljuk 25-re, hogy legalább két hét legyen. Nem? Vannak, amik most el kell dönteni. De hát 11-ére, és a költség, nem csak jó, a költségvetés. A képviselőknek annyi, jó, hogy kiküldünk egy csomagot, igen, amiben most gyűjtem az előterjesztéseket, meg ki lett adva hivatalnak egy nap e-mailbe, hogy szállítsák le, és abban is döntéseket kell hozni, úgyhogy azt is mi amarabb szeretnénk. Van ami, hogyha nem hozzuk meg, van ebben sok rossz, mert nyilvánvaló, hogy kisebb a kibeszélés lehetősége a különböző döntéseknek, aztán netán félrejtésre adnak okot, aztán vannak, akik túl terjeszkednek a napi renden, mert hogy egy fejlesztési koncepciót nyújtunk vitára, és kevés idő van rá, volt, aki reklamálta a múltkor is, holott a ciklus programmal tökéletesen megegyezik. Egy-két dolgot még beleszúrtunk, amit ugye közben javasoltak a képviselők, a fejlesztési programnál, ami 5-6 oldalas is, 50 pontból áll, de amikor a képviselő azt mondta, hogy két választókerületre eső fejlesztési pénzt el tud költeni Szarvas. Igen, mondom. Majd aztán prioritást is kell felállítani, hisz azért azt mindenki tudja, hogy ennyit nem fogunk kapni. Mennyi 270? Hát 260 millió csak a milliárd. Nem, 260 milliárd. Rami, hogy van hány milliárd? A fejlesztési programunk 27 milliárd. 27 milliárd, igen. 27 milliárd. És az egész megye kap 80-at. Igen. És ez csak Szarvas, nem járás. Igen, 50 pont. Ez 27 milliárd. Igen, most elfelejtem a számot, bocsássam, hogy rengeteg számmal dolgozunk. Szóval nyilván, hogy ez nem mind fog sikerülni, az nem probléma. Nem probléma, mert hogyha nem lenne ott, akkor lehet, hogy valahova máshol vinnek egy összeget, mert teszem azt, nekünk nincs felkészülésünk, nincs rá igényünk, nekünk mindenre van igényünk. Mindenre, nagyon sok mindenre. Tehát leigazdottam a képviselő, hogy mondom, hát nyilvánvaló, reálisan gondolkodik az ember, szóval 27 milliárdot nem fogunk megkapni a következő fejlesztési ciklusra, de mit tudni? Hazai forrásra is kellett egészíteni. Most az uniósról beszéltünk, és uniós pályázatokról, de hazai pályázatok is lesznek. Erre is kaptunk most egy csomó ajánlatot, kollégánk beszerzett a projektmenedzser társaság. És akkor ennyi a költségvetés, hogy még egyszer nagyon szépen kérném önöket, hogy segítsenek abban, hogy nézzék át, különösen aki ért hozzá, vagy fogékony a dologra és időt szán rá, nagyon hálásan megköszönjük. Van egy rossz hírem, mégpedig a kormányinfón elhangzott különböző kormányzati döntés. Most két hétre további korlátozások érik az életünket. Nyilvánvaló, hogy az nem tartható, hogy ilyen magas legyen a fertőződések aránya, és ilyen magas legyen a halálozások aránya. Most nekünk kényelmetlenségünk, kellemetlenségünk és fegyelmet kell kérnem kedves mindannyiuktól, és különösen az életek érdekében, az életünk megvédése érdekében. Ezeket a szabályokat lehet szeretni, nem szeretni. Nyilvánvaló, hogy komfortunkat befolyásolja, ezért kérem, hogy nagyon fegyelmetlen hajtsuk végre. Nem ellenünk, hanem értünk szólnak. Nem tartható, hogy naponta 4-5 ember megfertőződjön. Nem tartható az, hogy 100 felett távozzanak el naponta tőlünk. Most már nem csak idősek, hanem fiatalabbak is. Ez tragédia. Ezt a tragédiát meg kell akadályozni, ezt féken kell tartani, mert minden emberi vesztesség óriási vesztesség. És minden
lehetőséget ki kell használni, megvédjük és megóvjuk magunkat. Ez kellemetlenségekkel is, és kényelmetlenségekkel fog járni, de a kellemetlenség nem hozható szinkronba az egészségünk védelmével és az életünk megvédésével. Szóval ez be kell válni és kötelező. A kormány döntött olyan dolgokról, milyenekről? Most ismertessük, mert azt az adásba kerül. Nagyon hevenyészet ez még, aztán majd jönnek a jogszabályok, de a lényege a következő. Az óvodák, általános iskolák április 7-ig bezárnak, a középiskolákban, a felsőoktatásban a digitális oktatás fennmarad. Igen. Az üzletek március 8 és március 22 között két hétre bezárnak, nem zárnak be viszont az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. Március 8 és március 22 között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyet. A szabadtéri sporttevékenység és a munkavégzés lehetséges. Tehát munkába járnunk kell, sportolhatunk szabadtéren, de sehol másutt nem. A maszk használat szabadtéren mindenhol kötelező. Ez nem tudom mikortól. Március 8-tól. Március 8-tól mindenhol a szabad területen. Nem mi fogunk rendelkezni róla, hanem mindenkinek kötelező. Tehát ha kilép, akkor kötelező a maszkot fölvennie. Kérem, legyen maszkjuk, és készüljenek föl rá, mert szankcionálni fogják, de megint nem ellenünk, hanem értünk is az életek védelme érdekében. A pandémia tombol, és ez nem megengedhetőbb az országban. Szigorodik a határvédelem, hát azt mondja, nyilván intézik, kiterjesztik a bértámogatást minden bezárással érintett területre. Tehát lesz bértámogatás, ahol be kellett csukni, vagy becsukják, úgyhogy itt megint majd a intézmények és a cégeinknek a vezetőit, ahol ez a korlátozás érbépet, mert ugye itt tovább is fog működni a sertéstel, fog működni a vetés, fog működni a galikop, fog működni a sajtüzem, a teniszetek és hadd ne soroljam. És még egy dolog, hogy nekünk viszont az óvodákban és az iskolákban ügyeletet kell tartanunk, biztos az lesz a szabály, csak feltételezem, hogy aki dolgozik és a gyermekét nem tudja elhelyezni, akkor a munkáltató igazolásra, ami fogadnunk kell és gondoskodnunk kell róla, hogyha a gyerek egészséges, a beteg gyerek nem jött óvodába. A gyerekek is nagyon bekapcsoltak a járvány erősödésébe, és ezért sajnos őket is otthon kell tartani. Úgyhogy ez a rossz hír, és akkor köszönöm megtisztelő figyelmüket. Még egyszer kérem a képviselőhölgyeket, urakat, kérem a önöket, kedves szarvasiak, hogy a költségvetés rendet elfogadásához az önök véleményezése most nem kötelező, viszont én szeretném kérni, hogy nézzék meg, tapasztalják meg. Be odafigyeltünk mindenre, úgy gondoljuk, de ezt azért önök minősítsék, hogy jól tettük a dolgunkat. És arra kérem még önöket, hogy azokat a szabályokat, amelyek hétfőtől életbe lépnek, azt szíveskedjenek betartani. Az életünknek menni kell tovább, a fertőződésnek gátat kell szabni, az életek elvégzésnek gátat kell szabni, és folytatunk az életünket, dolgozni kell, termelni kell, az országnak működnie kell. Sokan fognak ebben a veszélyhelyzetben is minket kiszolgálni és dolgozni. Azért, hogy a családjuk is megéljen, és ugyakkor megkapjunk olyan szolgáltatások, amelyet fontos megkapunk. De mindenhol rigorózusan tartják be a szabályt, ezeket a maszkokat, meg ezeket, meg a higiéniát és sok egyéb mást, amit még el lehet képzelni. Ebben ne fáradjanak bele, nincs vége, és hamis illúziók se legyen. Ami nem vigyázunk, a vírus támadni fog, és a vírus megtalál minket. Nagyon szépen kérem önöket, hogy ennek jegyében az ünnepeinkre is egy kis árnyékot vet a dolog, és sok mindent most mellőznünk kell. Még egyszer elmondom, mint ezt szoktam is, ez mind értünk van, az egészségünkért és az életünkért. És Magyarországnak ebben győznie kell, és a városunknak győznie kell. Nekünk meg kell maradnunk. Hajrá, Szarvas, minden jót. Köszönöm, hogy velünk voltak.